Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Jó napot kívánok, és valóban ez egy megerősíthető információ volt. Én vagyok a mikrofonnál, vendégem pedig egy régi ismerősöm, Balogh Gábor, aki emlékszik még rá, mi szerepeltünk közös műsorokban is, ismerjük egymást régóta, és vele fogunk ezúttal hardcore belpolitikáról beszélgetni. Szevasz! Szia, köszöntöm a hallgatókat! A legutóbbi munkahelyed az Újpest Média volt, ahol egy darabig még főszerkesztősködtél is, és aztán odaírtál mindenhova. Mi az, ami nagyon más volt ahhoz képest, hogy korábban országos médiában, még ha internetesen is dolgoztál? Miben volt teljesen más élmény számodra? Hát az országos hírújságírás, meg az országos hírek, az egy kemény drog. Tehát most tapasztaltam meg, hogy akkor jössz rá, hogy függő vagy, amikor le akarsz jönni valamiről, tehát akkor jössz rá, hogy dohányzod, amikor egyszer le akarod tenni a cigarettát, és nem olyan egyszerű. Ez egy, még nem ez próbáltam, tehát ezt nem országos tudom. Hír, az egy drog. Tehát ugye én elmentem egy helyi médiába, és ott alapvetően, hát persze országos hírekkel is foglalkoztunk, amik érintettek önkormányzatokat, vagy érintették konkrétan a kerületet, de alapvetően helyi dolgokkal kellett foglalkozni, azt nem egyszerűen rátenni. Tehát az úgy szellemileg az egy meló egyébként. Nyilván a másik egyáltalán a lépték. Tehát én sose dolgoztam nagy szerkesztőségben, de hát egy helyi média az egy még kisebb szerkesztőség. Ott a mindenki mindent is csinál, az még inkább érvényesülő alapelv, mint akár egy kicsi országos szerkesztőségben. Tehát szerkesztesz közösségi médiát, tévé, műsor, én azt is csináltam, nyomtatott lap is van, mellé online felület is van. Tehát ebből a szempontból edzésnek, vagy ilyen szellemi tréningnek nem volt rossz, vagy szakmai tréningnek, mert bele kellett látni mindenbe. És valamennyire helyet is kellett állni benne. Annyiban mindenképpen egy komoly tapasztalat lehet, hogy amikor 2010-ben, Asszófőn önkormányzati képviselővé választották Török Gábort, akkor mondta, hogy na végre megtudja, hogy mik azok a politikai kérdések, amelyek az embereket foglalkoztatják valóban, és hogy ez mennyiben más. 4 évig is volt önkormányzati képviselő, tovább ezért nem forszírozta ezt a kérdést. De ez körülbelül egyébként ilyen tapasztalat lehet. A visszajelzések mennyiben mások, mint mondjuk a szokott, jól ismert, ki hova, melyik felmenőjébe menjen, azért, mert a Feri a jó, vagy azért, mert a Viki a jó, és ti meg nem tudom, milyenek vagytok, ahhoz képest egy ilyen helyi médiában, közönség részéről. Van ilyen is, de ez inkább gerjesztett, meg irányított, tehát helyi politikai erők, azért itt egy 80-90 ezres városról, kerületről van szó, ez már nagyvárosnak számít, itt már van helyi, rendes, instrumentalizált pártpolitika, vannak alapszervezetek, vannak ukázók fölülről, tehát persze megvolt ennek az anyázós része is. Az a része viszont engem meglepett, hogy az országos médiában én nagyon sok olyan szubjektív véleménycikket, riportot, sok mindent csináltam, amiről egyébként személyes véleménye vagy benyomása lehetett volna az olvasóknak, és nem volt olyan sok visszajelzés. Tehát legfeljebb az úgy van, dögöljenek meg a hazudsz te szemét, tehát ezek megvoltak. Itt viszont egy csomó, tehát végre megtapasztaltam azt, hogy van olyan visszajelzés, amikor valaki elolvassa egy írásodat, és tényleg vitatkozik vele, vagy tényleg megdicséri. De nem azért dicséri meg, mert azokat szittad, akiket ő sem szeret, hanem mert szerintük ez jó. Legmeghatóbb az volt, amikor egy bácsi lehetett. Igen, volt, hogy amikor egy idős bácsi és a baráti társasága kézzel írt levelet írtak, amiben egyrészt megköszönték, hogy szerintük milyen jókat írok, és egyébként a 3 bekezdésen keresztül elmondták, hogy nem értenek egyet a labban. Ez nagyszerű. Ez érdemi volt. Te Újpesten is nőttél fel, ott volna társaságod, amelyet egyébként egyszer nekem úgy jellemeztél, és aztán ez a politikai otthon foglalásodat is meghatározta, hogy ez a közeg, amelyben te jössz, az mindig jobbos volt, de nem fideszes. Hát alapvetően igen. Igen, tulajdonképpen az a bonyolult egy ember politikai szocializációja, még a sajátjával is jó, alaposan el kell gondolkozzon, hogyha vissza akar emlékezni, de egyrészt volt természetesen persze egy
újpesti, ahol én fölnőttem, valóban ott volt egy baráti köröm, aztán egyetemen is még szintén ilyen sok politizáló fiatallal ismerkedtem meg. Az igazság az, hogy én ott jöttem rá arra, hogy van olyan jobboldali gondolkodás, meg politika, ami nem fideszes. És ez egy egyrészt persze jönni is jöttem egy olyan közegből, ahol aki ismeri a negyedik kerületet, ott volt ugyan fideszes polgármester, de soha nem volt, nem hogy jobboldali kerület, alapvetően itt a Fidesz a ottani szavazók többségének szemében, ha nem is szitokszó, de hát minimum egy negligált valami. Ezért valahol abban az újpesti közegben fideszesnek lenni jóformán az én baráti körömben nem volt opció, ugyanakkor viszont ahhoz a politikai generációhoz, vagy közéleti generációhoz tartoztam, aki még emlékszik, akik tulajdonképpen megcsinálták 2006-ot, tehát volt egy olyan fiatal generáció, ahol alapvetően egy ilyen konzervatívabb, jobboldali, akár radikálisan jobboldali gondolkodás is érvényesült, de Fidesz, de hát szavazni talán még kényszerből egy-ketten, igen, de hogy őszintén dicsérni azt az én baráti körömben nagyon kevesebben hallottam, ha ugyan hallottam. Na jó, ezt a 2006-ot meg most egy picikét hagyjuk, nem akarlak ezzel kapcsolatban froclizni. Ugye abban az időszakban azért a lónak éppen a másik oldalán voltam abból a szempontból, hogy annyira nagy élmény nem volt a Kurucinfo állandó jellegű célszemélyének lenni. Nem okajtom ezt nem most megvitatni. 2005 nem csak a Kurucinfo volt. Szeretnék, hogyha mindenki azt hinné, hogy ők voltak egyedül, de hát nem. Jövő héten vendégem lesz Vona Gábor, ezeket inkább vele beszélem majd meg. Itt most csak arra akartam felvezetni, hogy 2010 mind a kettőnket úgy ért, hogy érzelmeinket tekintve ellenzékben voltunk. Ez idáig stimmt? Ez egyértelmű, persze. Én előtte is. És utána is. Stimmel, de hogy ellenzékben voltunk. Ehhez képest milyen utat látsz 2010 óta az előbb emlegetett baráti körödben, saját magadban? Hogy nézed abból a szemszögből a mostani eseményeket? És egy zárójeles megjegyzést, amelyről egyébként egymással már beszéltünk némileg kuncogva, megengednék, vagy tennék, hogy Hatházi Ákos bojkottra felszólító posztjánál konstatáltuk azt, hogy Dévényi István, kedves ismerősünk, kontrázik hozzá, és jól megbeszélik azt, hogy hát mennyire a volt demokratikus kartának van igaza. Miközben mi most itt beszélgetünk ebben a stúdióban, úgyhogy 2010 mind a kettőnket kvázi ellenzékben talált, még akkor is, hogyha nem politikai ellenzékben, hiszen nem politikusok voltunk. Míg az a két ember, Hatházi Ákos és Dévényi Pista beszélik meg, hogy mennyire igaza van a demokratikus kartának, akik 2014-ig, 13-14, 15-ig, amik effektíve fideszesek voltak, amikor kiépült a NER. Hát van ennek egy ilyen sajátos bája, valóban, hát tehát a Hatházi féle posztot én is megmosolyogtam ebből a szempontból. Itt a reflektálatlanság az érdekesebben, hogy azért mondjuk Hatházi is azok közé tartozik, akik egyszer reflektáltak arra, hogy valaha fideszesek voltak, azzal, hogy kiléptek, és onnantól kezdve, mintha az égvilágon semmi felelősségük nem lett volna abban, amit az elmúlt 10 évben történt, pedig van, még ha mindenkinek a maga szintjén, de van is. Közben viszont én meg azt nem gondolom, hogy pontozni kéne, hogy akkor valaki mikortól volt ellenzék, és akkor az az igazán tökös ellenzéki, aki már 2010-ben is az volt, aki már a választás éjszakáján sem örült egy picit se, és akkor aki később jött rá, az meg nem úgy ellenzéki. Én azt gondolom, hogy valahol az egész ellenzékiségnek egy ilyen rettenetesen rossz, a magyar ellenzéki közbeszédnek egy rettenetesen rossz sajátossága, ami egyébként ebben a bojkottban is tulajdonképpen megnyilvánul, az a fajta centizgetés, méregetés, ki az igazi ellenzéki, ki az, aki nem, ki az, aki már csak 90%-ig az, és akkor hol van az a százalék, ameddig még ellenzéki, ha már nem vagy az, akkor már akkor a Fidesz bérence vagy, döntsd el, hová állsz. Tehát ez szerintem egy olyan mérgező közeg, amiben egy csomó ember egyszerűen nem akar beletartozni. Tudja, hogy mennyire mérgező, egyébként az a jelenleg hatalmon levő közeg is. Ez stimmel, 10 éve nyögünk.
maximálisan egyetértek, meg helyzetemből adódóan furcsa is lenne, hogyha nem értenék egyet, csak hogy amiben most létezünk, annak az intézményi keretei 10 és 14 között alakultak ki. Az alkotmány, a választási rendszer, a média struktúrának az alapja, és így tovább. Ez, az ehhez való viszonytisztázások azért azt gondolom, hogy szükségesek. Tőlem hülye jön neki, ha azt mondanám, hogy valaki nem gondolkodhat másként, mint pár évvel ezelőtt, mert akik az én pályafutásomat követte, azért mondjuk elolvastad, mit írtam mondjuk 10 évvel ezelőtt, akkor, vagy miket mondtam, akkor azért az látja, hogy jelentős változások álltak be abban, ahogyan én a világot, meg Magyarországot szemlélem. Mik a legnagyobb hatások, amelyek ezekre a változásokra hatottak? Minek volt a legnagyobb hatása? Szerintem elsősorban annak, hogy az én közéleti szocializációm, ha egyszerűen fogalmazunk, az, amiben fölnőttem, az egy alapvetően baloldali, liberális gondolatok, világkép, életérzés által dominált Magyarország volt, amelyben az a fajta konzervatív, jobboldali gondolkodás, amit én mondjuk, tudom én, késő kamaszkoromtól elkezdtem valamennyire képviselni, most amennyiben egy nagy Magyarország póló felvétele konzervativizmusnak számít, ezt az ember megmosolyogja már felnőtt korában, de az a lényeg, hogy tehát az a fajta jobboldali, mondjuk így gondolat, ez egy kicsit párjának számított. És ebből megszületett legalábbis nekem, az én fejemben és sokunk mások fejében is az, hogy ez egy háború, amelyben a cél az, hogy ezt a baloldali liberális dominanciát lebontsuk, sőt, lehetőleg elimináljuk, és majd akkor győzedelmeskedni fog a jobboldali lobogó, és akkor majd itt egy nagyszerű ország fog ebből születni végre. Na most 2010 után ezt mindannyian végignézhettük, hogy milyen az, amikor egyrészt vannak, akik őszintén megpróbálják ezt a fajta gondolatot képviselni, mármint a másként gondolkodás eliminálását és a bosszút a 2010 előtti 20 évért, meg milyen az, amikor mások állati jól élnek abból, hogy úgy tesznek, mintha ezt komolyan gondolnák. Nekem ez mindkét része rémisztő példa volt, és arra is rá kellett jönnöm, hogy ez nagyjából csak így tud működni. Tehát lehet még azt gondolni, hogy igazából az alapgondolat jó volt, csak a Fidesz rosszul csinálja. Azért nem gondolom, hogy ez helytálló, mert több mint 10 év alatt most már láthattunk nagyon sokféle példát, az őszinte megszállottaktól kezdve a sunyi üzletemberekig, akik ebből csinálnak ideológiai vagy kultúrpolitikai bizniszt, és én nem tudom, van-e harmadik verzió? Tehát vagy az, hogy egy szentőrült vagy, de nem vagy szent valójában, mert pusztító munkát végzel a kultúrában meg a közbeszédben, vagy egy cinikus üzletember vagy, aki ebből próbál megérvényesülni. Mi a harmadik? Az, hogy hát gondolom, vannak még átmenetek. Átmenetek vannak, de a harmadik, cinikus. Tudod, hogy mi? Az, hogy elgondolkozol azon, hogy biztos, hogy helyese az, hogy eliminálni kell azt a másképp típusú gondolkodást, ami tényleg dominált itt 2010 előtt, de hogy ezért bosszút állni, vagy valami tartozást itt kiegyenlíteni kéne, ha valami alapvetően változott meg a gondolkodásomban, akkor az ez. De ettől függetlenül magadat változatlanul továbbra is egy jobboldali gondolkodású emberként definiálod, és hogy változatlanul ugyanott helyezed el, jobboldali, nem fideszes. Erről még beszélhetünk pár szót, csak szeretném ezt most egy kicsikét a pártpolitikára szűkíteni. Ehhez képest 2018-at követően ennek a közönségnek a választási lehetősége még a korábbiakhoz képest is beszűkült, nem? De. Nagyon. Akkor úgy érted meg, azt mondtad, hogy a Jobbik egy ilyen teljesen identitászavaros társulat lett. Nem tudja eldönteni magáról, hogy micsoda. Én alapvetően igen, hát aki tudja, hogy én az Alfa Hírnél dolgoztam, ami egy Jobbikhoz közel álló portál. Hozzá kell tennem, hogy olyan függetlenséget élveztünk, amit kevesen élveznek ahhoz képest ebben a fajta fenntartási struktúrában, ami ott van, de hát beleláttunk. Tehát legalábbis a belelátás képessége mindenféleképpen megvolt. És én azt láttam, hogy ott 2018 volt az a nagy próbálkozás, hogy megpróbáljuk jobboldali alternatívával leváltani a Fideszt, és ez nem jött össze.
nagyon nem jött össze, hát kétharmad lett, nem jött össze a baloldal politikai eljelentéktelenedése sem, amire az akkori jobbikos politika azért erősen épített, ez nem titok, hát ezt többször el is mondták, hogy alapvetően nem képviseli a baloldal már valójában a baloldali embereket sem, és még tulajdonképpen őket is a maga keresztény-szociális hozzáállásával a Jobbik fogja képviselni. Tehát ez a... csak részbe jött át valójában ez annak a politikai stratégiának a bukását jelentette, amit ők korábban képviseltek, és ebből azt a következtetést vonták le. Hú, most ez a mondat rosszul kezdtem, mert szerintem semmilyen következtetést nem vontak le, ez az igazi probléma, hanem tanács. Azt a következtetést vonták le, hogy nem vontak le következtetést. Hogy nem vontak le, igen, hanem hogy azon az úton tovább menni nem szabad, nem érdemes, amin eddig mentünk, gondolták ők, és találjunk valami másik utat, de ugye a radikális jobboldaliságban nem volt sem politikai, sem morális visszaút, egyébként magának a pártnak a holdudvara politikusai és a többi is annyira másként gondolkodtak már erről, hogy nem is akartak már abba a világba visszamenni. Közben viszont azt, hogy legyen egy normális, jobboldali, konzervatív párt Magyarországon, ami szembe helyezkedik a Fidesszel, ez 2018-ban nem volt elég egy kormányváltásra, és innentől kezdve a mindenkit is meg kell próbálnunk képviselni elve érvényesült, amit én láttam. Én ezt még annak, én az Alfa Híre is megírtam, meg megírhattam, az a címe a cikknek, hogy nem szerethet mindenki. Én azt gondolom, hogy ez sem jött be. Tehát ha tömegpártá, azért Jobbik most sem vált. Erről egy kicsikét, hogy az ennek fényében az azóta eltelt időszakban mi történt, és Jakab Péter felfutó pályafutásáról mit gondolsz? Erről szeretnélek mindjárt kérdezni. Pár másodperc múlva. Szóval, hogy egy széteső állapotban lévő Jobbik volt 2018-ban, eléggé identitászavaros párt, küzd magával, sorban lépnek ki emberek, egykori alapítók. Ehhez képest most úgy néz ki, hogy összeszedte magát a társulat. Hát az identitászavar szerintem semmit nem enyhült, mert ha megkérdezel egy embert az utcán, hogy mit képvisel a Jobbik, ez 2011-2012-ben pontosan meg tudtam mondani, negatív vagy pozitív jelzőket tudott halmozni egy átlagos közélet iránt érdeklődő ember, ma meg annyit tud mondani, hogy ellenzéki. Na most ez tök jó, de abból még van egy pár másik is. Az, hogy az ellenzéki szavazók közegén belül a Jobbik erősítette a pozícióit, ez tavadhatatlan, meg az is, hogy Jakab Péter különösen erősítette a pozícióit, csak hát itt az a kérdés, hogy mi a cél? Tehát ha az a cél, hogy irgalmatlan közhelyel élve, vagy süss egy nagyobb tortát, tehát magyarul csinálj egy olyan ellenzéki szavazóbázist, amely számosságában nagyobb, mint a kormánypárt, és éppen ezért aztán leváltja a jelenlegi regnáló hatalmat, vagy az a cél, hogy nagyjából ugyanazon a közegen belül te légy a legnépszerűbb, legerősebb, ennek a közegnek a frusztrációit legkeményebben, legharsányabban megfogalmazó figura, akkor ez utóbbit Jakab Péter és a Jobbik kiválóan csinálja, csak ettől több szavazója szerintem az ellenzéknek nem lesz. Nekik, meg az előválasztáson Jakab Péternek lehet több szavazója, persze. De önmagában ez téged meglepett? Nem. Nem, azért nem lepett meg, mert én azt láttam, hogy ez az alapvető, hogy ez az alapvető stratégia. Természetesen nem fogok senkit rossz hiszeműséggel vádolni, mert nem látok a lelkükbe. Simán elképzelhető, hogy ők halálkomolyan azt gondolják, hogy ez egyébként az ellenzéki szavazóbázist is általában véve tágítja, bővíti, erodálja a kormánypártit, és akkor ez majd elvezet a győzelemhez. Amennyire, tehát ez egyébként a nem fideszes jobb oldalon belül egy nagyon régi vita, több éves, és akkor már világos volt, hogy azok, akik ma a Jobbikot vezetik, azok azt az álláspontot képviselték, hogy az egész összellenzéki szavazóbázis felé kell nyitni, minden ellenzéki pártjává kell valamilyen formában válni, és majd az fogja meg a sikert. A kételje pedig azok, akik kételkedtek ebben, azoknak az észrevétele vagy a problémája az volt, és az enyém is, hogy ez egyrészt el fogja veszíteni, vagy el fogja süllyeszteni ennek a pártnak, ki fogja radírozni a legalapvetőbb értékrendi határköveit is, tehát egy semmilyen párt lesz tulajdonképpen, aminek nincsen olyan karaktere, ami bármilyen formában is körülírható. Másrészt meg hát nem fog, még ezért cserébe még azt sem fogja megkapni az ellenzéki közvélemény, vagy az ellenzéki választók,
hogy hirtelen aztán mi leszünk többen, és akkor jól leváltjuk. És hogyha az előválasztást megnyeri Jakab Péter, abban az esetben ez nem egy elég tétel a Jobbik szavazónak, hogy végül is mindenki a Jobbik mögé sorold be? Vagy nem is a Jobbik vezetője mögé? Nézd, természetesen lehet elég tétel, de lehet, hogy ez egy rövid távú öröm lesz, mert amikor aztán a választások éjszakáján kiderül, hogy tök jó mindenki felsorakozott egy Jobbikos mellé, és ugyanúgy nem sikerült leváltani a Fideszt, nagy Isten, még egy ugyanolyan kétharmad is összejön, mint most a kormánypártnak, akkor az csalódást okozhat. Én az alapján prognosztizálom ezt, hogy én nem látom az ellenzéki szavazóbázisnak a bővülését. Tehát van egy, ez most puszta logika, próbálom kizárni ebből, ami nagyon nehéz, de hogyha megnézed azt, hogy van egy nagy belső átrendeződés az ellenzéken belül, mert tényleg a Jobbik erősödik, és a Jakab Péternek a személye különösen erősödik, és ez nem jár egy országos politikai átrendeződéssel, tehát nem látjuk azt, hogy százezrek csapódnak hozzá az ellenzéki bázishoz, amit az ellenzéki bázison belül megerősödő Jobbiknak kéne hoznia, de nem hoz, mert én azt gondolom, hogy itt az alapvető döntés az volt, hogy ők lemondtak azoknak a jobboldali gondolkodású embereknek a képviseletéről, akik egyébként ellenzékinek érzik magukat, vagy nem támogatják bármilyen okból a Fideszt, cserébe azért, hogy lényegesen nagyobb tömegeket, ellenzéki szavazókat, akár baloldaliakat, liberálisokat, vagy ideológiailag nem elkötelezett, de határozottan ellenzéki gondolkodású embereket győzzenek meg, azért, hogy az ellenzéki halmazon belül ők legyenek a legnagyobb részhalmaz, és ők uralják ezt. Én ezzel nem tudok igazából sem világnézetileg egyetérteni, nem is tetszik, de ráadásul azt is gondolom, azt prognosztizálom, és lehet, hogy pofára esek majd jövőre, de azt prognosztizálom, hogy ez az eredményét tekintve sem lesz sikeres. Már itt van velünk Závetsz Tibor is, ő hallani fogja, amit most még beszélünk, de ezt a kérdést még neked teszem fel, Gábor, de azért, hogy ő is hallja, hogy szerinted Jakab Péter mostani esélyeire miként hat, hogy a hétvégén hivatalosan is belépett a küzdelembe Dobrev Klára? Azért nem gondolom, hogy a hatalmas hatással lenne rá, mert szerintem a politika iránt minimálisan érdeklődő emberek döntő többsége biztos volt abban, és az ellenzéki térfélen is majdnem mindenki biztos volt abban, hogy a demokratikus koalíciónak lesz miniszterelnöki jelöltje, és ez nem lehet más, mint Dobrev Klára, aki a párt arcává vált az elmúlt időszakban. Szerintem ez nagy meglepetést nem okoz. Szervusz Tibor, hallasz minket? Igen, üdvözlök mindenkit. Szia! Gondolom hallottad Gábornak a válaszát is, te erről mit gondolsz, hogy miként befolyásolja Jakab Péter esélyeit az, hogy Dobrev Klára is beszállt hivatalosan a küzdelembe a hétvégén? Azt lehetett érzékelni már korábban is, hogy Dobrev Klára nem hezitál, hanem várja azt az időpontot, amikor megnyilvánuljon és bejelentse az indulását. Tehát e tekintetben tényleg nem történt olyan nagy változás, és Karácsony Gergely esetében más a helyzet, ugye, mert ő többször elküldött olyan üzenetet, hogy majd később meg hezitál ezen a bejelentkezésen. És a közvélemény kutatások a mostani időben Dobrev Klára és Jakab Péter között tulajdonképpen egy holtversenyes állapotot mutatnak. Pici Jakab előnnyel, nekem is több ilyen mérésem volt, attól függően, hogy milyen vetítési alapot tekintünk, tehát azokat, akik el akarnak menni előválasztani, vagy úgy általában az ellenzéki szavazókat, vagy kormányváltást akarókat, de valahogy úgy fejfej mellett vannak. Karácsony Gergelynek azért van lemaradása, mert ő rá még tényleg várnak az ellenzéki szavazók, hogy teljes bizonyossággal azt mondja, hogy igen. Nagyon más, itt azt akarom mondani, hogy nagyon más, hogy mi erről valahogy itt most beszélgetünk. Van egy tudásunk, egy sejtésünk, azt prognosztizáljuk, hogy ő be fog jelentkezni, de azért az ellenzéki választó a vidéki középvárosokban mondjuk, vagy még mondhatom azt, hogy a községekben azért nincs olyan mértékben ellátva információkkal, vagy nem érdeklik ezek a dolgok annyira, és főleg nem kremlinológusok, tehát nekik az a képlet majd a megfejthető, amikor mindenki ott van, és akkor van tulajdonképpen egy tiszta lap, és akkor lehet megnézni az erőviszonyokat. Az nem azt jelenti, hogy most nem mérnek majd a közvéleménykutatók addig is, amíg ő bejelentkezik, de ezeket az adatokat tényleg annak figyelembe vételével kell rátekinteni, hogy mi az a közeg, amiben mértük, tehát mi az az alapsokaság, másfelől hol tartunk a folyamatban. De ettől függetlenül persze még baromi érdekesek ezek a mérések, tehát akkor sok mindent elmondtam, de a lényeg az, hogy
nem lesz szerintem olyan igazi nagy hatása. Én azt gondolom, hogy most még a következő mérésekben valószínűleg ők ketten lesznek ott az elején, mint ahogy eddig is voltak. Mármint a hivatalosan megnevezett jelöltek, vagy már Karácsony Gergellyel együtt? Hát ugye Karácsony Gergely tőlük mérések szerint, hogyha csak a primér elsődleges preferenciákat nézzük, tehát hogyha egyet lehet voksolni, és nem játsszuk el ezt az első fordulóban, meg második fordulóban, de előbb-utóbb ezzel is kell foglalkozni. Tehát hogyha csak első fordulót nézünk, akkor Karácsony Gergely ebben a versengésben jelenleg a harmadik helyen van, de én azt gondolom, hogyha ő azt mondja, hogy igen, akkor eléri azokat a rétegeket is az üzenet, akik még annyira nem figyelik a politikát, ellenzéki értelműek, és a településeken élnek, és akkor nekem az az érzésem, hogy egy ilyen hármas volt verseny fog kialakulni, elég jól láthatóan az, hogy ők lehetnek, akik az első fordulóból bejutnak, lesz olyan támogatottságuk, 15% bejuthatnak a második fordulóba, de itt azért még Fekete Győr Andrással is szerintem valamennyire számolni kell, tehát a Momentumnak azért... Hát vele már számolt Gulyás Márton, le! Igen, de még akkor a szavazókkal kell majd ezt megbeszélni. Mindig, tehát volt ugye az európai parlamenti választás, ami persze nagyon más, mint minden más választás, mert csak listás szavazás volt, és én azt gondolom, hogy a közvéleménykutatókat is meglepte, meg a politikai értőket is az, hogy akkor a Momentum jól szerepelt, és olyan eredményt hozott, nem tudom én, kis településeken, ahol nyilvánvalóan nincsen Momentum szervezet, hogy az azért furcsa volt, vagy meglepő volt. Tibor, engem el kell... Régóta ismerjük egymást, pontosan tudod, hogy követem a ti munkásságotokat is, meg jó régre visszamenőleg a közvéleménykutatókét általában. Közbe kell kotyognom, hogy engem nem lepett meg. Ja, hát érted, neked szabadabban szárnyalhat a fantáziád, meg elemezhet más módon, mint mi. Nekünk van ez a röghöz kötöttségünk, amit a fölvett kutatási adatok jelentenek, tehát hogyha te abban azt látod, hogy valami nem annyira erős, mint amit feltételezel, akkor ez téged visszaránt már, mint hogy engem nem téged, tehát engem visszaránt. És nyilvánvalóan én is követem a politikát, meg vannak, nem tudom, érzéseim ezzel kapcsolatban, meg másként is látom, mint a számokat, de azért a számok engem nagyon mereven tartanak, és ez egyáltalán nem baj. Például mondok egy példát, hogy volt valamikor tavaly november táján egy felmérés, valakinek valamilyen okból csináltam, és abban láttam először a Jobbiknak a szokásosnál, a megszokottnál nagyobb számát, és Jakab Péter megítélésének egy magasabb értékét. Csak egy pillanatra elbizonytalanodtam, abban először láttam ezt, és hogy nem érzékeltem akkor még azt a folyamatot, ami aztán azóta kiteljesedett, akár Jakabot, akár magát a Jobbikot nézzük, tehát hogy mi az a politika, mi az a közönség, amit el tud érni, milyen kommunikációval éri el, mi annak a tartalma, mi a stílusa, tehát hogy ezeket akkor még annyira nem láttam bele, a egyéb tudásom alapján, csak az első számokban. Tehát van olyan, amikor meg a számok jeleznek valamit, aztán a következő második, harmadik mérés, ami egyértelművé vált, hogy hoppá, itt van valami jelenség, és akkor már az volt a kérdés, hogy akkor ezt fejtsük meg. És minden más alátámasztja el, akkor még nem voltak live bajnokság adatok, tehát ilyenekkel még nem foglalkoztak, de aztán szép lassan összeállt a kép. Azért mondtam, hogy engem nem lepett meg a Momentum akkori eredménye, és körülbelül százalékosan is nagyjából erre számítottam. Mert főleg az európai parlamenti választásokon jön az ki, máshol is megjelenik, de akkor jobban is látható, hogy mennyi centrista szavazó van az országban. Vagy se hús, se hal szavazó, vagy se ide, se oda nem akar. Emlékezzünk rá 2004-től kezdve ezek a pártok, kívülálló pártok milyen szép eredményeket értek el, főleg az EP választásokon. Az első önálló sikere a Fideszről leválva az MDF-nek mond. 2004-ben volt több mint 8%-ot kapott az SZDSZ akkor, de 2009-ben győzte le az LMP az SZDSZ, noha ők még nem jutottak be a
európai parlamentbe, de az MDF bejutott, ráadásul a Jobbik akkori 14%-ában is voltak olyan vidéki szavazók, amelyek nem feltétlenül a radikális Jobbik miatt szavaztak, de ezek szépen látszanak ilyenkor, és ezt azért tartom fontosnak ennél a pontnál elmondani, mert lehet azt látni, hogy az ellenzék versus kormánypárt könyörtelen logikája mellett mögött léteznek különböző választói entitások, csoportok, jól körülhatárolható csoportok, például ez a meglehetősen konstans centrista szavazói, amelyik részt vesz a kisebb jelentőségűnek gondolt, vagy a mindennapi életünkre kisebb hatásúnak gondolt választáson is. Egy előválasztásban a DK-tól a Jobbikig terjedő verseny követően szerinted lehet annak szerepe, hogy melyik jelölt az, amelyik nyer, és hogy akkor ezekből az előbb említett entitásokból valamelyiket elveszt az ellenzék? Magyarán szóval tudnak nem olyan integratív miniszterelnök jelöltet választani, amelyik még azt a tábort sem fogja tudni teljes egészében megszólítani, amelyik most elven elkötelezett ellenzéki szavazó? Érdekes volt az összefutatásod, és egyet is értek vele, ez mindig is esélyt ad olyan pártoknak, akik mondjuk nem a palettán, és nincsenek rajta annyira a palettán, és itt a szélén vannak, már nem politikai vagy ideológiai értelemben a szélén, hanem majd, hogy nem leesnek róla, ám de valahogy ezt a centrista vonalat követik, és ilyen értelemben ez mindig van ez a szavazói típus, aki valahogy azokat a nagyon karakteres megnyilvánulásokat nem kedveli egyik oldalon sem, meg ha ellenzéki, akkor az ellenzéki oldalon sem. Tehát ilyen értelemben van esélye egy olyan személyiségnek az ellenzéken belül, aki integratív. Én sok választókerületi kutatásban azt látom, hogy egyébként ez nagyon érdekes, hogy, és ez egy figyelmeztetője az ellenzéknek, hogy nem biztos, hogy az előválasztást az a személy nyeri, mármint a mérések alapján, akinek a legnagyobb integrációs képessége van, és ezt úgy lehet modellezni, hogy mérsz egy előválasztási szituációt, többféleképpen is lehet ezt csinálni, ha sok jelölt van, meg kevesebb jelölt, akkor az látszik, hogy nagyon az elkötelezettség, a föltüzeltség, a mozgósítottság, a részvételi hajlandóság, tehát ezek a szavak illeszthetők oda, tehát akkor mintha ez döntene, ez visz valakit föl a mennyekbe. Amikor meg a parlament ugyanebben a választókerületben mondjuk az ászat bármelyiket is mondhatom, a parlamenti választást modellezzük, akkor meg az látszik, hogy valahogy az integratív képességekkel rendelkező személyiségnek van nagyobb potenciája a Fidesz-el szemben. Erre mondok egy konkrét példát, azért merem mondani, mert nyilvánosságot kapott Szombathelyen, tehát nem beszélek ki, és nem mondom el a titkokat, hanem megjelent a nyugat.hu-n kétszer is egyébként, hogy ott az előválasztás esélyese több ilyen mérés szerint Ceglédi Csaba, és második helyen van az Ungár Péter. Ám de, amikor a parlamenti választást modellezzük, akkor kiderül, hogy Ungár Péternek a vegyértékei azok szabadabbak, vagy jobban tapadnak hozzá olyan választópolgárok is, akik esetleg abban a szituációban, az előválasztási szituációban meg se méret, vagy nem, el sem ennek szavazni, tehát ott annyira őket nem érdekli, ám de nem kormánypártiak, csak nem annyira aktívak. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy képes-e nyerni majd egy integratív személyiség már az előválasztáson, aki aztán a parlamenti választáson is hozza ebből fakadóan az olyan szavazatokat is, akik amelyek esetleg nem automatikusan adódhatnak hozzá, vagy az lesz, hogy valamelyik nagyon karakteres jelölt, amelynek a tábora is nagyon karakteres és nagyon aktív, nyeri meg, és akkor, ha megnyeri, akkor képes lesz-e arra, hogy a parlamenti választáson egy olyan helyzetet teremtsen, mint egy integratív személyiség. Tehát, hogy ez még egyébként nagyon nem látni, mert nem is tudjuk, hogy ki nyeri, meg ugye kétfordulós, és most csak a miniszterelnök jelölt választásról beszélünk, tehát kétfordulós, de úgy egyébként ez megismétlődhet elvileg 106-szor is,
Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog. Egy biztos, hogy az ellenzéknek a talpon maradását, a jelenlétét, azt nagyon szolgálja az előválasztás, mert az is látszik, hogy azok az előválasztásról induló olyan személyek a 106 választókerületben, akik vagy helyben nagyon-nagyon vágyazottak, és mindig ott éltek, és politikai szerepük is volt, tehát ők esélyesek, vagy olyan személyek esélyesek, akik széles akinek a tevékenysége széles nyilvánosságot kap országosan is. Tehát a megmutatás, az, hogy jelen vagyok, az nagyon fontos, és ez így az összellenzék szempontjából szerintem egy nagyon lényeges dolog, hogy az előválasztás, mint téma, most is erről beszélünk, de hogy ez még fönn tud maradni fél éven keresztül, azt szerintem ráfér az ellenzékre, mert a mostani számok alapján egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy győzne, mert nem elégséges. Tehát a pici vezetés, mert a döntetlen főleg nem. Tehát összefoglalva, nem zárod ki azt, hogy annak igenis van veszélye, hogyha nem integratív személyt választanak meg, akkor vagy a jobbikosabb része, vagy az urbánus liberálisabb része leszakadhat a táborra. Konkrétan azt szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni tőled, hogy miért tetek külön miniszterelnök jelölt népszerűségeket, választási hajlandóságot az előválasztáson, megméritek természetesen változatlanul a pártok rokonszenv indexét, támogatottságát. És Jakab Péter és a Jobbik, az erősödő Jobbik között mekkora az átfedés, és hogyha a nem átfedés pedig kikből áll? Kik azok a nem jobbikos ellenzéki szavazók, akik most azt mondják, hogy ők Jakab Péterre szavaznák? Hát elég, persze átfedés, tehát hogy mondjam, aki aktív jobbikos szavazó, és ez megmutatkozik abban is, hogy az előválasztáson részt akar venni, az ő számára nincsen alternatíva, tehát neki Jakab Péter az embere. Ez ilyen önazonos, tehát azt lehet mondani, hogy egymásra talált a párt legaktívabb szavazó tábora Jakab Péterrel, és akkor ez van, ez a helyzet áll elő. Ettől tehát van még egy olyan közeg, amelyik nem annyira nagyon aktív, ellenzéki orientációjú, alsó középosztálybeli, magát a minden vesztesének érzi, tehát a Fidesz kormányzás, a rendszerváltás és a mindennek a vesztesének érzi, hosszabb távon a családját és rövid távon saját magát. Ezek az emberek is, és alapvetően kis településen élők, ezekhez valahogy, ha nem is jobbikosok, az utat Jakab Péter kövezte le, tehát az ő szavait, az ő habitusát, megnyilvánulásaira fogékonyak. Tehát Jakab Péternek még van egy ilyen típusú tartaléka, csak azt nem lehet tudni, hogy ezek az emberek végül is egy előválasztáson ott lesznek-e, mert kedvelik, szeretik, jó ez a tónus, nyitottak a Jobbik irányába mindenképpen, Jakab Péter irányába is, csak azt nem lehet, tehát ők nem biztos, hogy előválasztási szavazók, majd a választáson mindenképpen. Szerintem a választáson nem kell feltétlenül nekik ahhoz Jakab Péternek lennie a miniszterelnök jelöltnek, hogy ők szavazzanak. Csak egy a fontos, ha nem Jakab Péter lesz a miniszterelnök jelölt, hogy valaki a csapatban, a miniszterelnök jelölt csapatában legyen olyan személyiség, talán Jakab Péter az a személyiség egyébként, aki aláveti magát annak a helyzetnek, amit egyébként ő mondott a legelején, hogy el fogja fogadni a választás elemét, de az, hogy ez a tónus ne jelenjen meg, az nem lehet az ellenzék számára, mert akkor egy hatalmas, sok-sok százezres, azt is mondhatom, hogy több mint fél millió ember kiesik a potenciális választók közül, tehát ez azt jelzi, hogy az is nehéz, értettem a kérdésre, tehát hogy kik azok, akik ilyenek, meg a pártoknál vannak, meg az ellenzék, hogy ez az egész valahogy egy. Tehát ha a végén nem áll össze az egész egy koherens rendszerré, ahol megvan a csapatkapitány, de mindenkinek megvan a szerepe,
akkor nem tud győzni az ellenzék. Még mondok annak ennél erősebbet is. Tehát, hogyha az LMP nem lenne benne, akkor az a 2-3% az a nem tudom én, vagy 200-300 000 szavazó, aki mondjuk az LMP-nek az zöld politikájához vagy Ungár Péterhez és vagy valamelyik társelnökhöz valamennyire köthető, akkor... Ne haragudjál, akkor... nem látom a Kanász Nagy Máté pólus tömegek felvonulását. Ezért mondtam Ungár Péter az elején, az jó mondat volt, nem? Igen. Tehát, hogy ha azok nem lesznek ott, akkor bizony az nagy bukta lehet. Tehát én azt gondolom, hogy lesz egy pillanat, ez még nem most van, amikor felül kell emelkedni a személyes nem tudom, ambíciókon. Most még nagyon helyes egyébként, hogy minden miniszterelnök jelöltnek vannak ambíciói, és elkezd kampányolni, és megmutatkozik, hogy miben különböznek, és ez baromi nehéz. Tehát egyelőre nekem is ez az, amit nagyon tudok elképzelni, hogy úgy versengenek, hogy közben ugye nem oszlatják azt az érzését az ellenzéki választópolgároknak, hogy ez egy csapat. Hát egyszerre bent lenni, meg kint lenni, azért ez nem egyszerű. Ezt most próbálja az ellenzék. Hát meglátjuk, hogy ez hogy fog működni. Egyelőre nem látok. Tehát azokat a kis finomságokat, amiről mi tudunk beszélni, hogy akkor nem tudom, volt egy interjú a Fekete Győr Andrással, mondott valamit, ami a Jakab fordítva volt. Jakab Péter mondott valamit, ami Fekete Győr Andrásnak nem tetszett, és ennek hangot adott. Szóval ezek a finomságok, ezek szerintem nem érik el az ellenzéki szavazói közönségnek a túlnyomó többségét. Tehát amíg ilyen szinten van, az nem probléma. Ha kiásnák a csatabárdot, hát az nagyon nagy gond lenne. Az se fel, hát ha az Egyesült Államokból, mint az előválasztások őshazájából indulunk ki, az se feltétlenül probléma, mert úgyis még választási szinten kell eldőlnie. Hát igen, csak mi ezt nem gyakoroltuk be, tehát a magyar választóknak most volt Budapesten lehetősége a 9. kerületben, és kétszer a fővárosban, de azért ez azért mondjuk már Pécset se volt. Pécset se tudják a választók, hogy is van ez. Akkor még egy nagyvárost mondtam, és nem is a kisebbeket. Hát igen. Említetted azt, hogy végzel választó kerületekben is kutatásokat, hogy nevek és pártok említése nélkül te mit látsz, követik a párttrendeket, tehát az adott körzetnek a párt erőviszonyait, a személyes verseny alakulása követi ezeket, avagy az van, mint mondjuk a 9. kerületben volt 2019-ben, hogy Baranyi Krisztina úgy tudott 80%-ot kapni, talán annál is többet, hogy az LMP meg a kétfarkú kutyapárt szerepelt a neve mellett. Minden van, tehát nagyon nehéz... Egy élmény veled beszélgetni, minden van. Nem, tehát hogy nem mondhatom azt, hogy nyilván nem helyesen jól vezetett fel, hogy konkrétumok említése nélkül. Azért mondom, hogy minden van, mert nem lehet ilyen legkisebb közös többszöröst, vagy legnagyobb közös osztót, nem tudom melyiket kell mondani, bár matematikai végzettségem is van ebben az esetben, de hogy nem lehet ilyet állítani. Tehát nagyon más egy... Nem akarom tényleg azzal elütni a dolgot, hogy minden választókerület más és más, de azért is mondtam az előbb néhány dolgot, a nagyon erős beágyazottság és a nagyon régi ott lét, és a nagyon régi politikai tapasztalat, helyi tapasztalat az nagyon sokat ér, és akkor nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy melyik pártnak a jelöltje, de az néha fölnő olyan magaslatokba, mint a párt preferencia. Tehát előfordulhat az, hogy nem annak a pártnak a jelöltje a legjobb, a várományosa az előválasztási győzelemnek, amelyik párt egyébként a legerősebb, akár az adott választókerületben, mert a személyiségnek én azt látom, hogy ebben a szituációban sok helyen nagyon nagy szerepe van. A másik pedig az tényleg az, hogyha valaki, nem tudom másként mondani, de ha exportál, tehát egy helyi kötődésű embert, aki országos hírű, országos politikus, egy párt exportál, oda-visz. Ez régen is volt egyébként a választókerületben. A kötődése az megvan, mert ott született, vagy ott töltötte a gyerekkorát, vagy már volt ott képviselő, meg van ott, nem tudom, a családja ott él,
és ország. Hát vagy püspöki széthely, mint Kalocsa, és azért Semmilyen Zsoltnak villámgyorsan el kell indulni, amit visszaléptetik az MDF-es jelöltet zsaroló fideszest. Nem tudom, emlékszel? Igen, ez is. De ez más logikában van, de mondom, a kötődésnek valahogy ez a típusa az is nagyon sokat ér, és akkor vannak olyan választókerületek, a harmadik fajta, ahol vannak helyben nagyjából egyformán ismert emberek, akik megszoktak egyébként küzdeni egymással, már többször megküzdöttek, és ők meg leképezik az ottani aktuális erőviszonyokat. Tehát nem állt még össze, ugye, csak annyit, hogy készülnek ezek a kutatások, nem nagyon tudnak másként készülni, hogy az ember begyűjti ugye azokat, akikről az hírlik, meg vagy bejelentették, vagy az hírlik, hogy van ambíciójuk, előválasztási ambíciójuk, és akkor ennek különböző változatait mérjük. Mert van olyan, város, ahol több, egy adott párból többen is ambicionálják, és még maga a párt vezetése döntötte el, hogy akkor ki legyen az induló. Tehát ezért a minden van csak az akart lenni, hogy ez azért nagyon nehéz 106-szor, nincs ennyi kutatásom, tehát nem erről van szó, csak hogy nagyon sokféle, és nagyon nehéz ebből kihámozni. Tehát az, hogy mindenhol ugyanannak a pártnak a jelöltje legyen a befutásra esélyes, az nincsen. Mert ennél sokkal bonyolultabbak a kosztellák. Ezzel kapcsolatban már csak tényleg egy nagyon gyors kérdés, egy szavas válasz. Meg volnál-e lepődve akkor, hogyha az Egyesült Ellenzék jelöltje Zuglóban Tóth Csaba lenne? Nem volnék meglepődve, egyáltalán nem lennék meglepődve, mert az is egy nagyon bonyolult, hát az csomó extra dologgal van kikövezve az útot. Nem lennék meglepve. Egyáltalán nem lennék meglepve. Én azt gondolom, hogy én próbáltam erre utalni, hogy egy előválasztás az nagyon sok tekintetben a mozgósítottságon múlik, és mondjuk Tóth Csabának a parlamenti választási győzelme is nagy részt múlhatott azon a támogató pártok létén kívül, hogy egy jól összerakott kampány, amiben benne van még ezt a mozgósítás, és azért ez az előválasztás, ez nagyrészt szerintem erről fog szólni, hogy ki tudja elvinni a szimpatizánsait. Úgyhogy nem lennék meglepődve. Jó. A Jakab esetében, Dobrev Klára esetében és a többiekében még annyit, mármint kérdésként, hogy említetted a személyiségek szerepét az egyéni választókörzetben, de nyilvánvalóan ez a helyzet a miniszterelnök jelölttel szemben is, főleg egy olyan közegben, ahol a pártok tényleges határai így kezdenek feloldódni. Tehát inkább vannak ma az ellenzéknek celebjei, mint pártjai. És hogy Jakab Péter kiszámítható módon volt egy potenciális ellenzéki celeb, és aztán be is ért. Én a Covid előtti utolsó interjúmat, és ezzel nagyjából egészen az utolsó HVG-s interjúmat is vele készítettem. Tehát ez a fajta emelkedés nem lepett meg ilyen módon. Viszont beszáll Dobrev Klára, ott van Jakab Péter, tételezzük fel, hogy indul Karácsony Gergely. Ott van a 2018 sikerembere Márki-Zay Péter. Ott van a nagyon-nagyon-nagyon régóta épített Momentumnak az alapító elnöke. Mi történik abban, hogyha ezek az emberek, mi történik ezekkel az emberekkel politikailag hosszú távon, ha most elbuknak? Márpedig ugyebár ezek közül el fog bukni egy néhány. Hát kivel mi? Tehát nem minden, nem azonos az induló helyzetük se, meg szerintem a végeredmény se. Tehát végmertünk, de hát azt gondolom, hogy veszteni valója igazán például Fekete Győr Andrásnak nincsen. Tehát egy nem parlamenti párt elnökeként részt venni a parlamenti pártok elnökeivel, vagy nem elnökei kandidátjaival egy előválasztáson és valahányadiknak lenni, minden azzal a tudattal egyébként, hogy a párt relatíve erős és megfelelő pozíciókat fog tudni szerezni majd a listán, utána lesznek befutó emberei is,
Tehát, hogy ez szerintem nem jelenti a politikai karrierjének a végét. És Dobrev Klárának? Dobrev Kláráról meg azt gondolom, hogy ha ez nincs, tehát hogyha nem nyeri meg ezt a választást, akkor azért föl tudja mutatni, és szerintem a jövőképébe is beletartozik az európai politizálás, föl tudja mutatni, hogy egy EP kampány arcaként, a DK arcaként 4 mandátumot szereztek, tehát az egy politikai siker, akkor szerintem az Európai Unió az nem egy ilyen másodlagos lehetőség számára, hanem most is ott van. Tehát akkor ott tud valamifajta karriert építeni. Tehát azt gondolom, hogy... De akkor az országos politikában legalábbis első számú szereplőként neki már nem igen lehet visszaútja szerinted? Hát azt azért nem állítanám, csak nem, ez egy másik kérdés. Akkor ugye az van, hogy Orbán Viktor 2002-ben elveszítette a választást, és eltelt egy kis idő, mondjuk 8 év, aztán azóta most már 12. éve lesz lassan, hogy miniszterelnök, tehát nem feltétlenül, tehát egy előválasztáson való második, harmadik helyezés azért nem jelenti azt, hogy az ember már örökre kívül. Na jó, van, de hát azért az egy egészen speciális helyzet volt. 1998-ban Horn Gyula, ugye az MSZP elvesztette a választást és leváltotta Horn Gyulát, 2002-ben Orbán Viktor elvesztette a választást és leváltotta a Fideszt, szóval mi ezt körülbelül így fogalmaztuk meg annak idején. Igen, de én azt gondolom, nem érzem ezt senkinél, de Karácsony Gergely számára is a város itt van, a főváros, Márki-Zay Péter is, ő ugye országos politikusnak építi magát valahol ebben egy megyei városnak a vezetője, tehát én azt gondolom, hogy nincs itt azért itt ilyen nagyon nagy lezárásai a politikai életnek. Na legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Egyébként ez nekem számomra ez egy menő dolog, ez tetszik ez a rádiózás, mert szoktál általában sietni, hogyha majd úgy hosszabban akarok veled beszélni, akkor felhívlak a stúdióból, és akkor nem tudod lerakni. Igen, ez jó. Szervusz, jó lényeg. Na akkor köszönjük szépen még egyszer Závet Szibornak, hogy itt volt velünk. Balogh Gáborral meg folytatni fogom majd a beszélgetést többek közt arról, ami most itt elhangzott, de csak azután, miután meghallgattuk majd a híreket, mármint önök meghallgatták a híreket, mi meg elhallgatunk addig a stúdióban, és jövünk vissza nem sokára. Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Jó napot kívánok! Változatlanul itt vagyunk, az előző órában Balogh Gábor újságíróval beszélgettem, illetve felhívtuk telefonon Závet Szibort, és a vele folytatott beszélgetésről fogunk most Gáborral tovább beszélgetni. Felírtál magadnak mindenfélét, amit hozzá szeretnél fűzni. Én egy dolgot kérdezek meg előtte, Jobbikról beszéltünk, a Jobbik identitásáról, Jobbik dilemmáiról. Závet Sziborral folytatott beszélgetésből az derült ki, minthogyha ez a kérdés eldőlt volna, tehát, hogy a Jobbik merre, milyen irányba mozdul el, ezt a szavazói nagyjából eldöntötték, ez az ilyen kisgazda, városi, települési szint alatti... Hát ha szociológiailag nézed, igen, szociológiailag nézed, tehát nyilván... hogy a politikai palettához helyezkedik el, meg világnézetileg mit képvisel, az más, tehát, de nyilván más korszakban is élünk, tehát a kisgazdák az egy nagyon markánsan antikommunista, nagyon markánsan jobb oldal, és akkor emellé volt még persze a Tornyánféle populizmus, meg asztalcsapkodás, meg sok minden, amit mint eszköztárat egyébként nyilván a Jobbik is alkalmaz, vagy Jakab Péter kifejezetten alkalmaz, tehát igazából a Tornyán után ő az első igazi ilyen odamondó, asztalcsapkodó politikus a magyar politikában. Különben törvényszerű volt, hogy lesz egy ilyen, és igazából nem azt mondom, hogy a lelkemnek hiányzott, de ha azt nézed, hogy karakterekkel, hogy teljes egy politikai paletta, akkor majdnem minden demokratikus országban vannak ezek az ilyen
hardcore odamondogató emberek. És nép tribunok. A nép tribun típus, és nem csak arról szól, hogy valaki mit képvisel, mert ha megnézed, ott volt a Jobbiknak egy nagyon radikális korszaka, de Vona Gábor sose volt ilyen szempontból egy néptribuna alkat. Lehet, hogy a szájával mondta a kemény dolgokat, de az egész emberre ránéztél, és nem az jött leked, és nem olyan tónusban mondta, nem abban a stílusban mondta, hogy ő néptribun legyen. Ő egy más típusú politikus volt, Jakab Péter viszont egy tipikus néptribun politikus. Azzal a különbsége, hogy Magyarországon olyan néptribun politikus viszont még nem volt, aki vállalja is azt, tehát többször el is mondta, hogy a világnézeti kérdéseket ő nem tartja igazán fontosnak. A legtöbb néptribun az vagy őszintén, vagy valójában csak politikai érdekből, de úgy tesz, mintha rettenetesen kemény elvei lennének, és nagyon világosan elhelyezi magát a politikai palettán. Jó, milyen hozzáfűzni valód van még, amit hallottunk? Én azon gondolkoztam, hogy hallottuk a különböző adatokat, meg a méréseket, hogy egy fontos kérdés azért még fölmerül. Mégpedig az, hogy hogyan lesz gyakorlatilag lebonyolítva ez az előválasztás. Ezt ne felejtsük el, hogy az országgyűlési választások eredményeinek mérésére van tulajdonképpen a közvéleménykutatási szakma is ráállva, mert eddig ilyen választások voltak elsősorban Magyarországon. Persze volt egy előválasztás a fővárosban, meg néhány fővárosi kerületben, de most ez egy országos előválasztás lesz. Ha most a miniszterelnök jelölteket nézzük, akkor meg egy olyan országos előválasztás lesz, ahol mindenkinek országosan kell szavazatokat gyűjtenie. Tehát nem csak egy-egy választókerületben dől el, hogy ki lesz a jelölt. Most egy dolog, hogy vannak nagy érdekes kérdés volna, hogy milyen földrajzi különbségek vannak, egyrészt település típus, másrészt országrész szerint ki hol mennyire népszerű, és ami még ezzel kapcsolatban, ugye ebből következően érdekes, az az, hogy vajon a kisebb településeken hogyan lehet majd megszervezni ezt az előválasztást, amikor csak a közeli suliig kell elballagni, ami ritkán van néhány utcánál messzebb Magyarországon egy országgyűlési választásnál, akkor alapvetően tényleg a szándék dönt, hogy aznap fölemeled-e magad és elmész-e választani. Itt viszont én közel sem vagyok abban biztos, hogy az ellenzék meg tudja szervezni ezt minden településen, gyakorlatilag lehetetlen szerintem. Ha viszont kisebb településekről nagyobbak felé kell majd elmozdulni fizikailag ahhoz, hogy leszavazhass, akkor szerintem ez szűrni fogja a részvételt. Az is egy érdekes kérdés, hogy milyen rétegei vannak ennek az egész potenciális ellenzéki szavazótábornak. Hát azért nyilvánvaló, hogy vannak azok, akik ellenzéki érzelműek, különböző okoknál fogva elégedetnek a kormánnyal, de még az sem biztos, hogy az országgyűlésre elmennek szavazni. Aztán vannak azok, akik az országgyűlésre biztosan el akarnak menni szavazni, legalábbis jelenállás szerint határozottan azt állítják, amikor fölhívja őket, hogy az utcán beszél vele egy közvéleménykutató, akkor azt mondja, hogy el fog menni. És ott vannak azok, akik az előválasztásra is elmennek. Na most azon túl, hogy valaki el tud vagy el akar-e menni messzebb előválasztásra, az is egy kérdés, hogy érdekli-e annyira, még akkor is, ha tényleg csak a szomszéd utcáig kell elmennie, hogy ő az előválasztáson is szavazzon. Tehát akik az előválasztásra is elmennek szavazni, ők a legaktívabb részét fogják alkotni, vagy a legaktívabb része lesz, aki elmegy szavazni az ellenzéki közvéleménynek, vagy az ellenzéki halmaznak. Hát az a kérdés, hogy köztük az fog dönteni, hogy a legaktívabbak, akiknek lehetőségük és szándékuk is van elmenni az előválasztásra szavazni, na azok között ki lesz a legnépszerűbb, és ki tud a legkönnyebben mozgósítani. És itt én azt gondolom, hogy azért lehet itt meglepetés, mert ezt nagyon nehéz mérni. Meg egy csomó minden mást is nehéz mérni. Nem esett már szó róla, mert kifutottunk az időből, annyi minden másról beszélgettünk, Závec Sziborról, de azért számomra az ott van kérdésként, hogy helyes volt-e az ellenzék részéről az elmúlt hónapok egyetlen üzenetének megtenni a járványkezelést, illetve a járványkezelés általuk bemutatott interpretációját, tehát annak a csődjét. Hogy abban az esetben, hogyha az emberek kijövünk a karanténból, megnyit mindent, az embereket kevésbé fogja érdekelni, és nem szívesen gondolnak erre vissza, ráadásul úgy néz ki, hogy nem omlik be maga a rendszer a jóslatokkal ellentétben. Abban az esetben érdemes volt-e mindent erre a paklira felrakni? Hát, vagy a paklinak erre alapjára felrakni mindent? Neked van egy közismert, kifejezetten sarkos véleményed erről, én egy fokkal ennél középutasabb vagyok, de ha eltekintünk attól, hogy egyébként mit gondolunk a járványkezelésről, meg a karanténról,
akkor is van egy alapvető emberi tulajdonság, hogy az emberek a borzasztóan rossz dolgokat, és ez maga a járvány, maga a betegség, a halálozások, és maga, és az egész országot érintő bezártság, ezeket a dolgokat az emberek általában elfelejteni szeretik. Mihelyest vége ennek, elfelejteni szeretik. Erre számos példa van, hogy aki egyértelműen megnyert egy borzasztó helyzetet, még az is bukhatott például Churchill, aki megnyert egy borzasztóan véres háborút, és az emberek utána aztán nem akartak azért rászavazni, mert Churchill papa megnyerte nekik a háborút, el akarták felejteni az egészet, és mert más mondani valója nem volt, mint az, hogy megnyertem nektek a háborút, pedig majdnem elveszítettük, bukott is utána egy választás. Később visszatér, de akkor már teljesen más üzenettel. Na most itt az a helyzet, hogy... Na várja, én most arra utalok, hogy itt vannak kifejezetten jóslatok, és Orbán Viktor nagyon-nagyon régóta próbálgatja azt, látványos őszóta, hogy mikor zavarja be az ellenfeleit olyan jóslatba, olyan álláspontba, ami biztos, hogy nem fog bejönni. Uh-huh. És például most lehetünk egy ilyen pontnál, iskolanyitás, terasznyitásnál, ahol egyáltalán nem akarnak úgy alakulni a számok, ahogy ezt az ellenzéki celebek, és itt nem is feltétlenül a politikusokra, hanem inkább a politikus jelöltekre mondom ezt, jósolják. Én nem azt gondolom, hogy ezen fognak bukni, hogy jósoltak valamit, aztán nem jött be. Ami ebben inkább veszélyes, az amit előbb említettél, hogy erre építették rá a kommunikációt, és az egész dolog nem lesz, ez politikai multidővé fog válni heteken belül. Az, hogy egyetlen valaha itt járvány volt. Bármilyen hihetetlen, de ez gyorsan változó dolog. Az, hogy ennek aztán lesznek gazdasági következményei, és hogy ezeket az ország hogyan fogja földolgozni, az egy másik kérdés, meg a saját bőrén százezrek, milliók mit fognak érezni, de az, hogy ezt a járványt kormányzati narratíva szerint közös erőfeszítéssel diadalmasan leküzdöttük, ellenzéki narratíva szerint, meg Orbán Viktor tízezreket gyilkolt meg a felelőtlen politikájával és rossz járványkezelésével, szerintem mind a kettő zárójelbe fog kerülni. Felejteni akarnak az emberek, nem erről akarnak majd beszélni. Ilyen az emberi természet. Én legalábbis ezt jóslom, és hát lássuk azt is, hogy borzasztó dolog, hogy ilyen sok ember meghalt ebben a járványban, de hát azért a politika az könyörtelen matematika. Tehát összesen hány embert érint ez személyesen? Gondoljunk bele abba, hogy azért az emberek döntő többségét ez legfeljebb az együttérzés szintjén érinti. Sajnálja, hogy meghaltak, meg jó, meg van valami távoli ismerőse. Persze, de hogy ez alapján politikai véleményt formáljon, ez jóval kevésbé, tehát szerintem ezt Orbán jól gondolta át, nem morálisan helyesen, az egy más kérdés, de politikailag jéghideg fejjel baromi jól végig lett gondolva, hogy ez a járvány képtelen arra, hogy százezreket öljön meg, tehát azt ő kiszámolta, hogy az nem lesz, hogy az egész országban mindenki gyászoljon valamit, mint egy emberes, kemény háború vagy természeti katasztrófa után. Itt az lesz, hogy sokan fognak gyászolni sokakat, az emberek döntő többsége pedig legfeljebb, ahogy mondtam, az együttérzés szintjén találkozik ezzel, és felejteni próbál, viszont, és ez a fontosabb, a lezárások, az oltás mindkettő olyan téma, ami sokkal, de sokkal több embert érint. Sokkal több ember kapja meg az oltást, hamarabb, mint más országokban, sokkal több ember érzi azt, hogy most már lehet nyitni, és örül ennek, mint ahányan gyászolják az elhunytjaikat. Ez a politikai matematika, ez azt gondolom, hogy Orbánnak még bejöhet. Van még egy szempont, ami szintén összefügg a járvánnyal és a politikával, csak nem ebben a mederben, nem ebben a narratívában. Lefagyott az ország több mint egy évre. Politikai munkára nem volt lehetőség. Ennek a fajta ellenzéknek, amely amúgy is egy ilyen nagyon fura micsurin valami, vegyes felvágott, volt egy éve arra, hogy azt az infrastruktúrát, amelyet például az előválasztáson be kell járatni, kiépítse. Ehhez képest minden úgy maradt, ahogy volt 2019 legvégén, amikor még bőszen tárgyaltak egymással. Kérdés az, hogy van-e egyáltalán ember elérni azokat, akiket a közvéleménykutatók így úgy súlyozással, becsléssel és mivel elérnek, vagy elérni vélnek. Hogy azt maga az ellenzéki politikai párt meg tudja szólítani választási szituációba. Kérdés az, hogy az aktivisták azok ebből a lefagyasztott állapotból milyen gyorsan olvaszthatóak föl.
hogy akkor most onnantól kezdve gyerekek, hogy véget értek a lezárások, talpalni kell, menni kell, ismét. Aki nagyon lelkes, menni fog, aki egy kicsit kevésbé lelkes, és aki életében már vett részt kampányban, meg látott közelről, az tudja, hogy az aktivisták egy bizonyos része mindig ilyen mérsékelt lelkesedésű ember, aki egyszer már vállalta ezt a dolgot, aztán a többiek meg húzzák magukkal, mert jó, menni kell, ezért Józsikám, ki kell tartanunk, gyere, csináljuk együtt. Na most, amikor ez az életérzés nincs meg egy évig, mert mindenki otthon ül, és akkor Zoom-on lehet megbeszéléseket, meg ilyen helyi pártgyűléseket tartani, amire a fele el sem megy, mert vagy nincs olyan internete, vagy nem érdekli, vagy nem vesz részt benne, mert nem érzi úgy, hogy ez egy érdemi dolog, munka lenne. Hát ezeket most újra fölrázni, ez nem lesz egy egyszerű, feladat, de mondjuk egyébként ezzel a kérdéssel akár a Fidesz is szembesülhet, mert ha belegondolunk azért abba, hogy 2018 őszén azért ugye elég komoly pozíciókat veszítettek el az önkormányzati választásoknál, vagy bocsánat, 19 őszén, így van, és 20 tavaszán már bejön ez a lezárás, tehát azok az emberek, akik 19 őszén, mint a párt jó emberei, helyi aktivistái, megbízható figurái, ilyen-olyan-olyan állást, megélhetést kaptak, amiért cserébe aztán vagy őszinte hitből, vagy sokszor csak hát megélhetési kényszerből, karrierizmusból muszáj volt talpalni, menni és csinálni a kormánypártnak a kampányt, ezek most ugyanolyan lefagyott állapotba kerültek, tehát ők ősszel kikerültek a régi munkahelyükről, következő év tavaszától lezárták az országot, és azóta őket vajon hogy tudta megszólítani a Fidesz, ebben nem látunk bele, nagyon kíváncsi ezek majd erre is. Hát azért nekem vannak tippjeim, és ne felejtsd el, ennek azért volt egy főpróbája a járványidőszak közepén, amikor egyébként pont lehetett azon kevés hónapok egyike volt, amikor pont lehetett politikai tevékenységet folytatni, tehát tavaly ősszel, akkor a szerencsi időközi választás azért mutatott valamit, ott a Fidesz jelöltje először tudott 50% felé menni abban a körzetben. Egy hatalmas mozgósítási eredmény volt a Fidesz részéről, hát meg volt egy olyan jelölt, aki beleszaladt a pofon erdőbe, tehát ez is egy másik kérdés. Rossz véleménnyel vagy az ellenzék, és hát azon belül a Jobbik jelölt választásáról abban a körzetben? Bíró Lászlóról beszélünk. Nem személyes véleményem a kérdés, nem is tudom, hogy van-e ebből. Tehát én érzéseim meg véleményem. Nem a személyről, az jelölt választást kérdeztem direkt. Tudod, azt gondolom, hogy ez a dolog azért volt alapvetően szerencsétlen, mert ha egy pártnak nem, hogy saját radikális jobboldali, vagy azon belül még szélső jobboldali elhajlásaitól akar megszabadulni, meg megtagadni ezt a múltat, ami önmagában egyáltalán nem baj, sőt, hanem ráadásul még a mindenki felé is nyitunk, és már ideológiamentesek is vagyunk, egy ilyen képet szeretne magáról sugározni, akkor teljesen mindegy, hogy helyben valakinek hány aktivistája van, meg mennyire keményen talpaló ember, meg hányan szeretik az utcán, meg a sörözőben, meg a munkahelyén. Ha egy embernek olyan múltja van, mégpedig közelmúltja van, láthattuk, hogy bőven a Jobbik szuper néppártosodása után is ott voltak a rasszista, meg antiszemita ízű megjegyzések, hát egy ilyen embert nem fogok oda tenni. És ha már oda teszem, és akkor már teljesen morális, meg politikai értékrendtől függetlenül csak praktikus szempontból nézve ezt a dolgot, akkor legalább átnézem a közösségi média oldalait. De ez se történt meg. Hát mert valószínűleg ez az állapot jelen pillanatban. Tehát, hogy ilyen állapotban vannak ezek a szervezetek, nem? Hát ez elképzelhető. Az is egy érdekes kérdés, ugye, hogy ez még előkerülhet akár baloldali képviselő jelölteknél is, hogy valószínűleg ezek a kompromat dossziék, ezek azért megvannak. Hát meg néhány évvel ezelőttig ezek a pártok hihetetlenül más gondoltak és mondtak a világról, és egy részük ezt nagyon radikálisan mondta úgy, hogy egyáltalán nem érdekelte, hogy azt a közeget, egy olyan pártnak a szavazóbázisát vagy szimpatizáns rétegét, akivel most szoros szövetségben van, kötelékben repül, hogy azokat megbántja, hogy ezeket arcba rúgja. Hát nem érdekelje őket, mert nem voltak szövetségben. Ez egy óriási aranytartaléka lesz a fideszes propagandának, újra meg újra előszedni azt, hogy XY választókerületben a DK-s képviselő a határon túli magyarságról mit mondott, vagy általában a jobboldali emberekről, vagy a Szent Koronáról, vagy mondhatnék ilyen szimbolikus. Szerinted ennek lesz bármi foganatja? Annyi foganatja lehet, amennyi kell. Lehet, hogy nem lesz.
közkeletű tévedés, amikor azt szoktuk mondani, hogy ez az embereket nem érdekli. De hát ez megint csak matematikai kérdés. Nem az a cél ilyenkor, hogy a helyi ellenzéki szavazó tömeg nagy többségét megzavarják, vagy elbizonytalanítsák. A nagy többség az mindig halálpontosan irányba van, és tudja, hogy mit akar, meg mit nem akar. Bármit legalább az a politikai ösztönök szintjén, tehát nem nyilván tudatosan. Utána embereket, meg esetleg szeret. Én most kifejezetten a jobbikos szavazó... Bőven elég egy kevés embert, András, egy kevés embert elbizonytalanítani egy piszkosul szoros választási helyzetben, ha te ráveszel egy választókerületben 112 embert, hogy elbizonytalanodjon, és abból 98 otthon marad, akkor egyet értek veled, és szerintem is a szimbólumoknak sokkal nagyobb jelentősége van annál, mint amit erről a politikai spindoktorok mondani szoktak. Ezzel egyetértünk. De itt most kifejezetten annál a jobbikos rétegről, hiszen rájuk céloztál, amikor azt mondod, hogy a Fidesz kikaparja azt, hogy a DK-s mit mondott a határon túliakról, vagy Szent Koronáról. De nem lehet, hogy ebben a választóközegben a krumpli már eltakarta a Szent Koronát? Hát ott kezdődik, hogy mit tekintünk egyáltalán még jobbikos szavazónak 2021-ben. Eleve az a réteg, persze. Kárpátiát hallgatott, Árpád-sávos zászlót tűzött ki a vidéki házára, és egyébként pedig pontosan tudta amit, dekódolni a Kurucinfo üzeneteit. Annyira nem is kellett dekódolni. Amit te mondasz, az azt feltételezi, és sok ilyen ember is van, persze, aki lekövette ezt a néppártosodást, a teljes ideológiai határok teljes elmosódásáig, és a mai napig kitart emellett, biztos sok ilyen ember is van, személyesen is ismerek nyilván többet is, de azért az is igaz, hogy itt egy cserélődés is zajlik. Tehát egyrészt fogyás, hát azért a Jobbik egy 20%-os párt volt, most meg örülnek, ha felén vannak. Tehát azért ez eleve azt feltételezi, hogy az az ember, akit most előbb körülírtál, az igen nagy valószínűséggel egyszerűen nem Jobbik szavazó már. Másrészt jöttek is be olyan szavazók, akiket vagy a vidéken most már egészen katasztrofális állapotban levő MSZP bátisából tudtak elhozni, azzal a fajta ellenzéki, krumpli, haigáló, parizeres radikalizmussal, amit a Jakab Péter képvisel. Parizer radikalizmus. Tehát azzal, ha úgy várni, radikális ez is, csak másban, de ezzel amúgy egyébként szerintem elbizonytalanítani, meg részben akár elhozni lehetett még a DK-tól is szavazókat. Tehát az, aki nem azért volt a DK mellett, mert annak ideológiai, meg szimbolikus üzeneteit annyira fontosnak tartotta, meg románnak tartja az erdélyi magyarokat, meg Gyurcsány Ferencet európai szintű államférfinak, ez is egy legitim vélemény, baromi sokan gondolják így, de azért a döntő többség nem, még a DK szavazók többsége sem. Azok egy olyan kemény ellenzéki pártot láttak, amelyik mindig követően az ellenzéki pártok teljes összefogása mellett volt, mert úgy gondolta, hogy olyan történelmi szintű dráma zajlik Magyarországon a Fidesz kormányzásában, ezt mindenképp le kell váltani, és a Fidesz-szel szemben, még a Fidesz szavazókkal szemben sem kell a legminimálisabb méltányosságot gyakorolni, ütni kell, mint az állat, és majd lesz valami. Ezt a Jobbik az elmúlt egy-másfél évben átvette, és van, akinek ez szimpatikus, még a DK-sok részéről is. Értem. Jó, akkor de az az állítás bontakozik ki ebből mindent, amit elmondtál, hogy az általam körbeírt szavazó típus, magyar ember típus, az már vagy fideszes, vagy mi hazánkos. Vagy semmilyenes. Vagy nem tudja, hova szavazzon. Azért a Jobbiknak is sokféle, tehát amit most elmondta, az egy tipikus, mondjuk tipikus magyar radikális jobboldali, vagy ha úgy tetszik, jó, ez elmúlt időszakban Jobbikot jelentette, most már több mint 10 éve, Jobbik szavazó volt, de sokféle Jobbik szavazó is voltam. Tehát volt olyan Jobbik szavazó is, aki egyszerűen volt egy markáns jobboldali gondolkodása, az sem biztos, hogy még a Kárpátiát szerette, meg egyetlen azt a világot szerette, amit ez képvisel, de nem szerette a Fidesz sem, és nem zavarta őt eléggé mondjuk az, hogyha a Jobbiknak, vagy igazán nem zavarták a Jobbiknak a radikális, vagy akár szélső jobboldali kilengései sem, még ha el is húzta rá a száját. Szerinted? Ezek egyáltalán nem biztos, hogy mi hazánkosok lettek, sőt a többség, gondolj bele, a mi hazánk az, ami hazánk nem a 2015-6-os Jobbik. A mi hazánk, és nem is a 2010-es Jobbik. A mi hazánk az, ami a 2010-es Jobbik lett volna, ha abból csak a legradikálisabb és legszélsőségesebb részét hagyod meg. Oda azért nem biztos, hogy sokan át fognak vándorolni, a Fidesszel szemben pedig itt van több mint 10 év kormányzásának a súlya,
Egyáltalán nem vagyok én abban olyan biztos, hogy aki egyébként árulásnak éri meg a Jobbik mostani politikáját, az keblére borul a Fidesznek. Rövid választ, egy félmondatosat. Az nekem mindig nehéz. Igyekszem. Na szóval, egy rövid választ a következő kérdésemre, és aztán ezt a kérdést fel fogom tenni Böcskei Balázsnak is. Hogy szerinted van-e olyan szavazó, aki kitartott a Jobbik mellett, nem csupán 2018-ig, hanem azután most Jakab Péterig, és azután elbizonytalanodik, vagy elfordul, amennyiben Dobrev Klára lesz a közös ellenzéki miniszterelnök jelölt? Biztos, hogy lesz. Teljesen biztos, hogy lesz. És akkor itt van velünk Böcskei Balázs, az IDEA intézetnek a vezető elemzője. Mi vagy még, Balázs? Milyen titulusod van? Főpolgármester helyettesi közpolitikai tanácsadó. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Húha, ezt én nem fogom végig sorolni még. Ez kizárt. Neked Igen. Mi a véleményed arról, amit előbb a Gábortól kérdeztem, és ő válaszolt rá, hogy biztos, hogy lesz ilyen szavazó? Nem fogom megkerülni a kérdésre a választ, csak egy pontosítással hadd éljek, mert pont vitában lennék Gábor által mondottakkal, és nagyon jó, hogy a beszélgetés ebbe az irányba ment, hogy a Mi Hazánknak a szavazó tábora az kicsoda és micsoda, és ezek talapvetően mi a Jobbikhoz való viszony ennek a szavazó tábornak. Szerintem ezek a Mi Hazánkos szavazók, és ez kicsit mutatja, hogyha egy picit megpiszkáljuk az értékeiket, illetve az attitűdjeiket, egy adatfelvétel során, hogy kik szavaznak, mi jellemzi szociodemográfiailag, azok a legkevésbé fontos értékeiket, az egyes közpolitikai, politikai témákhoz, migráció, roma kérdés és társaihoz, a Mi Hazánkos szavazóknak, akkor nagyon-nagyon hasonlóságot mutat a 2008-2012, tehát magyarán a néppártosodás előtti Jobbik szavazóknak a magjával. Tehát azok a Mi Hazánkosok lehetnek ott most sok átkötéssel, akik a néppártosodással elmentek a Jobbiktól, lehet ezek bekerültek a Fidesz szavazó táborának, vagy hagymát képzelünk el akkor a Perent, vagy a Perentől egy kicsit beljebb. Majd ezt követően politikai osztály, elitellenesség, kritika miatt a Mi Hazánkba találkoznak be. Tehát a mostani Mi Hazánkosok, ezek korábbi jobbikosok, akik egyébként a Fidesz szavazótáborán keresztül, vagy éppenséggel közvetlenül csatlakoztak át, bizonytalanba mentek át, és onnan Mi Hazánkosba. Tehát a kutatások nem egészen igazolják vissza azt, hogy ne lenne átfedés értékei között a két tábor között. A korábbi Jobbik és a jelenlegi Mi Hazánkos között. És a kérdésre is válaszolva, egy dolog szerintem az előválasztás, de te nem arra kérdeztél, hanem hogy miniszterelnök jelölt esetében, Dobrev Klára, hogyha ő a miniszterelnök jelölt, akkor vannak olyan jobbikosok, akik otthon maradnak, szerintem át nem szavaznak más pártra, hanem leginkább otthon maradnak. Szerintem egy szegmense biztos, hogy van ilyen. Hogy ennek mekkora az aránya, ember nem fogja tudni ezt megmondani. Ellenben azt láttuk 2019 ősze, ami azért meglepi az elemzőket, hogy amikor az étlapon egy fideszes jelölt van, illetve egy ellenzéki jelölt van, hívjuk anti-orbánista jelöltnek, ez DK-s, Momentumos, LMP-s bármelyik lehet, akkor az egyes pártszavazó táborok a másik párttal való antipátiájuk ellenére is ezt a párt identitásukat bezárójelezték. Tehát ez egy protestszavazás volt, ami annyit tesz, hogy fontosabb volt még a Jobbikosnak, még a DK-snak is a másik pártjával való, hogy is mondjam, ellenmondásos viszony, mint sem az, hogy Orbán Viktor jelöltjét választják. Tehát ilyen értelemben jön az elemzői közhely, a választók edukálhatók. De ez ma a miniszterelnök jelölti kérdés, az előválasztás tekintetében szerintem ez, amit most megtettem, az még az egyáltalán egy másik szituáció. Jó, arra majd térjünk vissza, nem ebben a beszélgetésben, hanem majd 2022 után, hogy a 2019-es önkormányzati választás mennyire volt alkalmas, hogy arról bármiféle hosszabb távú következtetést levonjunk. Nem, így van, nem tenném analógiának, persze. Ja, tényleg, szerintem több mindent von le az ellenzék ebből, mint kellene. Tehát szerintem ezzel kapcsolatban még kellemetlen meglepetések érhetik őket, de ez úgy nagyjából egészéből mindegy is. De ha elfogadjuk a 2019-es, meg úgy általában az önkormányzati választást, vagy egy egyéni választókerületi szavazást valamilyen példának, akkor azért hozzá kell ehhez tenni, hogy ott nem egy megosztó, országosan megosztó személyre fognak szavazni, hiába DK-s, MSZP-s, Jobbikos, vagy bármilyen, ott egy
egyszeri Kovács Józsefet fognak látni. Az emberek alapvetően az országos szinten megosztó személyekre nem akarnak ilyen vagy olyan határozott pártállás mellett szavazni. Tehát aki megtestesíti magát, a pártot, vagy egy irányvonalát egy politikai közösségnek. Nem vitatkoznék veled, és alá se dúcolnám az érvelést, mert hogy a választói magatartás az ennél egy kicsivel bonyolultabb, és nem igen látunk bele, hogy az egyes választók szintjén, amit most mondasz, az nagyon is igaz. Tehát, hogy a személlyel kapcsolatos antipátiája, ugye itt nem Dobrev Klárának a személyével van antipátia, hanem legfeljebb a leíró jellegén fogalmazok szigorúan, tehát nem magyar nemzet normatív alapján, családi hátterével van neki problémája, vagy azzal van problémája, és nem a Dobrev Klárával. Hát, vagy a családi előterével. Lényegében igen, ugye szinonimmal kettőszinte politikai értelemben. Választok egy része számára ez teljesen egyértelműen problémát jelent. De ugye ne felejtsük el, hogy ha Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök jelölt, akkor valószínű Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc együtt kormányozzák az országot, ha nem a Fideszre szavazó plakáttal fogunk találkozni. Tehát ilyen értelemben az ellenzék különösebben beljebb kampánytechnikailag nem lesz. De visszatérve a kérdésre, vannak szavazók, akik szerintem ezt mérlegelik, azt, ami a kérdésedben volt, de vannak olyan szavazók, akik adott esetben annyira erős a protest hajlam, hogy nem sokadlagos, de nem elsődleges szempontnak fogják ezt tekinteni. Már csak azért is, és tényleg jó, hogy ezt hangsúlyoztad, mert a kormányzásról való döntés, azaz, hogy milyen országban akarok élni, hiszen erről szól az országgyűlési választás, és egy önkormányzati választás, amennyire hasonlít a kettő egymásra, legalább ugyanannyiban tér el. De nekem is azért meglepetés volt, amikor olyan DK-s átszavazások voltak jobbikos polgármesterekre, akit azt követően azért a Kuruc Inforól, lehet, hogy személy szerint őt nem, de hátországát alig lehetett letakarni. Tehát olyan értelemben sok függ attól a kormányzás minőségétől, mennyire tudja ezeket a szereplőket még jobban összetolni. Van-e olyan nehéz ügy, ami miután ez az ellenzéki szövetség felbomolhat szimbolikus értelemben, és úgy például, amikor bedobták ugye sok évvel ezelőtt egy Simon Gábor ügyet, amikor hiába nem volt szövetségben az ellenzék, de mindenki magyarázta. Tehát meg annyi változó van szerint, ami nem látunk előre, és mondottam, vannak szavazók, akik személyek alapján, nagyon kevés egyébként a mítosz ellenére, aki program alapján szavaz, nem tökéletesen informáltak a választók, és nem is törekszenek erre, valaki emocionális, expresszív döntést hoz, van, aki protest döntést hoz. Szerintem a választói magatartás még kutatásokból, magyarán kampány előtti szimpátia kutatásokból ráadásul nem mérhető le, abból következtetést én nem tudnék levonni, de több, mint lakmuszpapír, azt meg kell jegyezni ezek a számok. Ezt szerintem a stúdióban egyikünk sem vitatná, amiről beszélsz, hogy vannak nagyon meglepő átszavazások, vannak olyan protestindulatok, amelyeket már nem ír felül semmi más, de nem is erről beszélünk, hát ilyen nyilvánvalóan van. De a ti kutatásatok is, hát amit azért ugye én néha meg szoktam cibálni, megígérem neked, hogy ezt a jó szokásomat a későbbiekben sem mellőzem teljes egészében, de a tietek is az körülbelül azt mutatja, hogy egy ilyen 45% körüli Fidesz áll szemben, a mindent ellenzékit összeadok, egy ilyen 45-50% közötti ellenzékkel. Ami viszont ugye azt jelenti, hogy minden oldalon mindenki kell. Az utolsó ellenzéki szavazót is el kell vinnem, az utolsó szalmaszálat is fel kell raknom a gúlára, és még az utolsó cseppvizet is meg kell próbálnom betölteni a pohárba. Ez így van, hogyha most akkor ezzel abban azt a következés felé megyünk, hogy akkor a lehető legnagyobb integritással bíró jelöltről kell beszélnünk akkor, amikor a választók, vagy amikor maximalizálni kell az ellenzéki szavazókat, akkor ezt formál logikailag, amit most mondasz, ezt tovább tudom akár gondolni. Azért nem teszem, mert azért, ha már itt a kutatások kritikatárgyát képezik, az elemzői előrelátások legalább annyira képezik a kritikatárgyát, szóval én itt megállnék ebben a szabad gondolkodásban. Dobrev Klárát integratív jelöltnek tartod egyébként? Dobrev Klárát én azt gondolom, hogy ő a kompetens jelölt. Tehát a saját kutatásaim a tükrében hadd beszéljek erről, mert szeretek adatokról beszélni. Hallgatlak. És annak tükrében, például mi feltettük azt a kérdést pár hónappal ezelőtt, hogy született politikus
válságkezelő politikus kompetenciákat tekintve a Karácsony, Dobrev, Jaka verseny, hiszen erről fog szólni az első forduló leginkább. A született politikusnak nem meglepő módon Jakab Pétert látják a parlamenti erőtérben vagy térből következő debattersége, antiorbánizmusa, beleállása, határozottsága, az, amit ma az antiorbánist a szavazó tömb, mert csak az ellenzékiekre fókuszáltunk, látja a politikust. Dobrev Klára személyisége nem ilyen, Karácsony Gergely személyisége nem ilyen. Mind a kettő az egyik kormányzati pozícióban van, a másik pedig ugye LP képviselőként néha már-már száraz közpolitikai gondolatfolyamatokat folytat, és nem meglepő módon, hogy nem a született politikusként tekintenek Dobrev Klárára, hanem őnek illetve a legnagyobb aránya vonatkozólag, hogy egy ilyen válsághelyzetet szociális, gazdasági koronavírus után kezelni tudna. Tehát itt olyan versenyzők játszanak, amikben az, ami az ellenzéki miniszterelnöknek egyszerre kéne lenni, egy fehér papírt kapunk, és akkor rajzoljuk le. Az egyikben megvan a debatter képesség, a másikban megvan az mondjuk erősebb integratív képesség, mert mondjuk nincs meg az a családi elő- vagy hátország. A harmadikban meg megvan a kompetencia. Én marhára kíváncsi leszek, hogy ezzel a könnyed kifejezéssel éljek, hogy, az, hogy melyik kompetencia domborodik ki a kampányba, és melyiket fogják respektálni az ellenzéki szavazók. Mérhetetlenül mulatságosnak tartom egyébként, hogy amikor az kerül szóba, hogy ki a született politikus, akkor ott első évként Dobrev Klárát húzzuk le a listáról, ez valahogy a történelemnek egy ilyen fricskája, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Szerinted Karácsony Gergely beszáll-e a küzdelembe? Szerintem nem kérdés, hogy beszáll. Sokat mondják az elemzők, pont az átvény műsorában kollégánk és az időzítése hívta fel a figyelmet, hogy ez milyen fontos a politikában, ugye legalább olyan fontos, mint a minden héten háborúban, amikor az Al Pacino elmagyarázza, hogy hova kell lépni az amerikai foci során az időzítésre. Szerintem erre várta a Karácsony Gergelyék, meg kell érkezni, nem lehet megérkezni, amikor megérkezik Dobrev Klára, Dobrev Klára nem érkezhetett meg, amikor Karácsony Gergely. Tehát itt egymás időzítését nézték a felek, ki kell kristályosodni, szélcsennek, hírcsélcsennek kell lenni ahhoz, hogy ez egy ilyen nagy dramaturgiai jellegű bejelentés lehessen, úgyhogy biztos számoltunk az, hogy Karácsony Gergely az ötödik ebben a versenyben, de egy három jelölt, akire kell fókuszálnunk. Ez miért nem kérdés? Tehát miért mondjuk az kapásból, hogy nem kérdés? Tökéletesen szakmaiatlanul, tudománytalanul vetem akkor fel, ha én mondjuk Karácsony Gergely lennék. Most nekem eszem ágában nem lenne elindulni miniszterelnök jelöltnek. Egyrészt szerintem van egy szavazó vagy egy választói elvárás részéről. Tehát ezt le tudod tapogatni, amikor a nem kellett kutatás, intuíció, meg egy kicsit az ember kiteszi az asztalra a kezét, akkor érzi, hogy jönnek fel ezek a választó igények, hogy Karácsony Gergely is beszálljon, hogy ő lehet a potens miniszterelnök jelölt. Egyrészt. Másrésztől ne felejtsük el, abból indulunk ki az elemző, amit hall, amit mond a politikus, hogy azt mondja, ha előválasztás van, akkor beszáll. Harmadrészt ezek a szép szivárogtatások, hogy már adott esetben a héten, vagy a következően bejelenti. Tehát ez a három együttállása azért az mutatja. Másrészt ne felejtsük, hogy a mögötte álló pártnak ez a Párbeszéd, illetve a Magyar Szocialista Párt sajátos helyzet lenne, hogyha nem lenne miniszterelnök jelöltje. A Párbeszédet vegyük ki, a Magyar Szocialista Pártnak politika történetileg az utolsó eseménye ez a választás, hogy is mondjam, még egy valamifajta önálló jelölő szervezet. És szerintem a többinek nem az utolsó ez a választás? Hát a többiek alatt, hogyha most a Párbeszédet értjük az alatt. Nem, a Demokratikus Koalíciótól a Párbeszédig értem ez alatt, beleértve a Jobbikot, a Momentumot, meg az LMP-t. Lesztek-e ők még olyan pártok, amik önállóan elindulnak egy választáson? Hát a támogatottságok alapján azért nehezen megszűnni 17, biztos szavazó pártválasztó 17%-kor azért nehezen megszűnni és integrálódni vagy feloldódni egy másik szervezetbe, mint 1-2%-ról. Tehát hogyha ilyen tényszerűségekből indulok ki, de hogyha az a kérdés, hogy el tudom egyáltalán képzelni, hogy egy ellenzéki vereség esetén, hogyan néz ki a magyar pártrendszernek az ellenzéki oldala 2022-t követően, akkor fogalmam sincsen. El tudom képzelni, hogy visszaáll egy ellenzéki sok pártrendszer, mert ne felejtsük el, ez az egy megoldás nem volt még kipróbálva az ellenzék leváltására. Minden egyes indulási konstrukció ki van próbálva, ez az egy maradt. Mármint melyik? Egy lista, egy jelölt.
Tehát amikor egyszerűen nem az, hogy koordinálunk, meg közös jelölt, de külön lista, meg három lista, vagy két lista, hanem egy lista, egy jelölt. Ezzel vitatkozzom kell veled, Balázs. Ez a 2019-től 21-ig feszülő logikában igaz, amit mondasz. De 2014-ben ezt kipróbálta az ellenzék, amelyik tulajdonképpen most is domináns az ellenzéki térfélen, csak ugyebár a Jobbik akkor ennek nem volt része. Itt nem az volt a kérdés, hogy össze tud-e állni az ellenzék Jobbikos, hogy összeáll a Jobbik az akkori ellenzékkel, akkor az akkori baloldali ellenzéknek a fele. Fele otthon marad, a Jobbikosoknak meg a kétharmada leszavaz a Fideszre. Tehát ez nem is lehetett volna ezt ilyen módon felvetni, mert hát hiszen a Jobbik akkor még a Fidesznek a túloldalán volt, hiába voltak gesztusok, hiába alakultak már ki emberi kapcsolatok, hiába volt más üzenet, ettől függetlenül az még akkora túloldalon volt, nem is lehetett. De a baloldali ellenzék összerakta magát, és nem ért el evel plusz eredmény, 18-ban meg igen, már az a baloldali rész sem, mert elindultak már, megszámolni sem tudom, hogy hány formációban. Na most ebben történetileg abszolút igazad van, vagy ez így helytálló, de ez a, hogy is mondjam, a konstrukcióknak a számát, azonban a 2014-től nézzük napjainkig, a konstrukciók, indulási konstrukciók száma azért csak redukálódik. Tehát mégis abban a formában, egyébként azért nem lett az akkor ilyen szoros, amit mondtál, tehát abban volt egy más, egészen volt a választói magatartás, a politikai identitások másról voltak a választók szintjén is. Ma meg ott van, hogy nagyobb eséllyel tudják és akarják még a jobbikosok, még a kispártok is elfogadni a közös listát, közös jelölteket. Na most, hogyha ezek ellenére is itt egy választási veresség van, akkor nem tudom most még elképzelni, hogy ez még szorosabb fúziót jelent, vagy visszaállunk a 2014-es helyzetbe adott esetben, amikor is egy fragmentált ellenzék fog a parlamentben ülni, meg fogja csinálni a politikát. Szerintem mind a kettőre ma egy választási vereség esetén, és most már nagyon túlfeszítettem a lényeglátást, mind a kettőre ugyanakkor esély van. Azt mondtad, hogy egy fragmentált adott esetben egy fragmentált ellenzék ül a parlamentben és csinálja majd a politikát. A parlamentben csinálódik a politika? Azt, ha Jakab Péternek és a Jobbiknak azt a helyzetét néződ, hogy 5%-os párt, hiszen ott a LP választás követően nagyítóban nem lehetett találni potenciális Jobbik szavazót az országban. Ahhoz képest ma ez a párt, ez már a demokratikus koalíciónak a 2019 utáni hegemon második helyét próbálja ostromolni, és már akár az Árvecet nézed, akár a Republikont, akár az Ideát nézed, akkor már a Momentumot elhagyta, itt egy visszaállt, vagy egy fordulatát. De akkor azt kell mondanom, hogy ez leginkább a parlamenti munkának köszönhető, amit Jakab Péter mediatizált térben le tud hozni. Az elbizonytalanodó jobbikos szavazókat ismét aktívvá tette, ott voltak azok, de nem voltak aktívak, nem véletlenül ugye milyen elős a biztos pártszavazókban az emelkedése a Jobbiknak. Ez a parlament nagyon kell az ellenzéknek, egyszerűen a mediális politika sajátosság és természete miatt. De azt tudjuk egyébként, hogy aki most Jobbik szavazó, az olyan Jobbik szavazó, aki az elmúlt pár évben elbizonytalanodott, és most ismét sikerült felrázni őt, vagy olyan szavazó, aki korábban nem volt Jobbik szavazó, de most Jakab Péter meggyőzte, azok, akik meg korábban elbizonytalanodtak, azok most is bizonytalanok, vagy máshol vannak, vagy van erre kutatás? Mind a kettő igaz. Nekünk annak idején csináltunk talán pont egy éve, és idén is meg fogjuk csinálni, hogy a szavazói vándorlás az egyes pártok között, az jól mutatta egyébként, hogy valóban nincsen ellenzéki új behúzott, hanem a pártok újra felosztják a szavazóikat, tehát a pártok között vándorolnak. A jobbikos szavazók egy része, a jobbikos nagyon sok irányból jött. Van ott fideszes, nyilván ezt nem kell eltúlozni. Van ott DK-s, van ott MSZP-s, ezeket adhok szavazói magatartások. Lehet egy következő mérések, következő egymás kötő 6 mérés alapvetően egy más típusú áramlás mutatna a két pártok között. De az igaz, hogy vannak az egykori jobbikosok, akik visszataláltak. És ami talán meglepőnek tűnik elsőre, a Momentum külső héján lévő szavazók, tehát a kevésbé elkötelezett Momentum szavazók és a Jobbik szavazó tábora között van igenis átjárás.
Ez nem meglepő teljesen. Azért térjünk vissza egy kicsikét azért erre a parlamenti kérdésre. Tudod-e azt, hogy Jakab Péter Facebook oldalának az elmúlt időszakban van benne parlamenti részlet is? Melyik a két leglájkoltabb bejegyzése? Merek tévedni, az egyik a parizeres lett, gondolom. Nem megyünk addig vissza, csak van egyébként egy virsli is, és az nincsen benne az első kettőben. Nem. A leglájkoltabb az, hogy ez a tévé hazudik pólóban áll a TV2 előtt, és pertnyert a TV2-vel szemben, ez 33,3 ezer lájk. A második viszont 25,8 ezer lájkkal az, amikor fantát iszik, útban a hajdúság felé, azzal a felütéssel, hogy útban a hajdúság felé bedobtam egy szőke kólát. Egészségetekre. Ez megkérdőjelezi azért számomra a parlamenti politizálásnak a hatékonyságát. Nagyon érdekes szerintem a jelenség. Nagyon-nagyon érdekes. Mert a parlamenti szerep maradékának a feloldódását láthatjuk. Mert hogy azt már Carl Schmitt is megírta a 20-as években, hogy az a fajta parlament, hogy felhatalmazunk embereket, akik aztán jól megbeszélik egymás között, hogy mi legyen a közösség sorsával, ez már akkor sem volt igaz. De volt igenis, amire te utalsz, ez az álláspont bemutató intézmény. Ott tud felnőni a karizmatikus politikus, a Churchill. De most a parlament maximum egy ugyanolyan helyszín, ahol Facebook élőzni lehet. Nyilván ebben az ügyben azért ugye hagyományos politika tudomány iránt és elkötelezettként ugye kell, hogy egy kicsit ellentartsak. Utalok itt arra, hogy az ellenzéki felszólalások, akár azonnali kérdést nézel, akár írásbelit, akár a napi rendelőtieket, azért abból kibontakoznak közpolitikai álláspontok is. Más kérdés, hogy nem ez a virális tartalom, hanem az, amikor átnyújtásra kerül a krumplis zsák, vagy micsoda, meg amikor a tálaival megszámoltatják az 50 forintot, kétség kívül, de ez a fajta hagyományos funkció, amit egy politológiai tankönyvben úgy olvasunk vissza, hogy a kormányzó képesség, a programorientáltság, a kormány kritikája, ellenőrzése, ezek nyilvánvalóan a szuper többség ellenére is megjelennek. Tehát ebben az értelemben nem akarnám ennek a jelentőségét elvitatni, de még egy dolgot, hogy azért egy picit vitatkozzak, hogy talán miért az a két legnépszerűbb poszt. Azt ne felejtsük el, hogy az a fantás kép, az nem ment volna akkor át, hogyha előtte a parlamentben teljesítménye, itt értem ez alatt a debatteri mediális teljesítmény alapján, Jakab Péter, akiről másfél évvel ezelőtt senki nem tudta ebbe az országba, hogy kicsoda, hogyha előtte annak jót nem ágyazott volna meg, követők, vásárolt hirdetések és a többi kapcsán. Tehát ilyen értem a parlament, a transmisszió szíj ahhoz, hogy utána a családdal erdőben kirándulok, és nem a horvát tengerparton való képek is jobban menjenek. Hát, vagy pont az olyan szituációk alapozták meg a parlamenti pozícióját is, mint hogy bement a Hír TV-be az előbb említett pólóba. Jó, én nem akarom én ezt erőltetni, mert szerintem ez egy olyan jelenség, amely fontosabb az aktualitásoknál is, túlnő Magyarországon, és szerintem lesz módunk ezen még egy jó sokáig lamentálni, mert hát szerintem legalábbis átalakuló korban élünk, médiát tekintve is, politikai döntéshozatal tekintve is, hiszen abba gondoljál csak bele, hogy a párt titok, mint olyan, az mennyiben átalakult. Tehát még a 90-es években is pártak gyűlések vannak, ahol emberek ott azt lehet tudni, amit ott a jegyzőkönyv felvesz, vagy nem vesz fel. Ma valaki megsértődik, és kiírja a Facebookra, vagy kidobja a Facebookra az egészen. Szerintem ez egy fontos dolog, és ebből a szempontból empatív vagyok a politikusokkal, hogy egy valami olyan térben kell dolgozni, amire semmi előzmény nincsen. Tehát a diszkréció például, amire mondjuk számolhattak volna, szerintem manapság semmelyik nem. Hát, hogyha még egy gondolattal engem kutatóként, és nem akarok kimutatni a hallgatókat, mert ez érdekli őket a legkevésbé, de hogy azt látjuk, hogy például a hagyományos közvéleménykutatási módszerek, amiben szociodemográfiai szempontok alapján akarjuk megmondani, hogy mi jellemző a Fidesz szavazóra, mi jellemző a DK-s és a Jobbik szavazókra, hogy ezek mennyire már nem tudnak elárulni semmit egy szavazótáborról. Ez azt jelenti, semmivel retorikai túlzást tettem, nem elégséges. 15 évvel ezelőtt, abban, amikor még pár gyűlések időszaka volt, akkor hogy azt be is tegyük, akkor ez még alkalmas volt.
Ma, amikor egyszerűen az egész politikai véleménynyilvánítás digitalizálódik, ma, amikor az értékek, a vélemények, az attitűdök, a benyomások, az azonnaliság jelen van a politikai vélemény formálásban, és más kontinensekkel arrébb már big data alapú kampányokat folytatnak, ezen a ponton, hogy egy hagyományos közvéleménykutatásból mit tudunk meg a szavazóról, az azt hiszem ma már korrekcióra szorul, és az nem független attól a technológiai változástól, amire te a politika intimitásának elvesztése kapcsán tetté utalást. Hát ez elég pontos meghatározó a politikai intimitásra. Borkai Zsolt kell hozzá, hogy ezt visszacsempészze az életünkbe. Egyet mondjál még meg nekem, és akkor aztán lassan elköszönünk, mert lejár az időnk, hogy szerinted kinek van veszteni valója a miniszterelnök jelöltek közül az előválasztása? Én azt hiszem, hogy Karácsony Gergelynek van a legnagyobb veszíteni valója. Ez azért is van, mert egy inkumbens kormányzó pozícióból, hiszen Budapest főpolgármesteréről beszélünk, onnan elveszíteni egy előválasztást, azért az több magyarázatra szorul. Na, különösen mondjuk, hogyha van egy közvetlen felhatalmazása a választópolgárok részéről korábbról, mint az, hogy Jakab Péter nem, aki ugye valószínűleg nem is odaárazza be magát, és Dobrev Klára adott esetben nem. Tehát az ő, hogy is mondjam, túl kevés pozíciót töltötte be még a politikában ahhoz az elmúlt 10 évben, meg túl fiatalok, itt is itt most nyilván nem aging kategóriákról beszélek ahhoz, hogy nekik ott nagy veszteni valójuk van. Az más kérdés persze, hogyha a pártokat nézed, akkor nem biztos, hogy ugyanez a válaszom egyébként, mert a pártok előválasztás, pártok az a jelöltek az a pártadatbázisokról legalább annyira szól, és ott, hogy kinek a jelöltje nyer, és ott, hogyha veszít a Dobrev Klára, hogy nagyon hátul szerepel Fekete Győr András, az adott esetben a párt preferenciákat, ergo, hogy ki az úgynevezett ellenzék, azt meg tudja mozgatni. Itt elválik, hogy a személy meg a párt, az nem biztos, hogy ugyanazt a árat fizeti meg a vereségért. Körülbelül mekkora esélyt adsz annak, hogy ez valóra válik, hogy Karácsony Gergely veszít? Hát engedd meg, tekintve, hogy szoktál kritizálni engem nyilvánosan, és engedd meg, hogy most nyilvánosan nem fogok egy számot mondani, hogy utána végén még újra becsapdázódok egy állításra. Nem, ez mondjuk véleményet volt. Komoly esélyt adsz egyébként ennek? Ez a komoly esély, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy harmadot meghaladunk. Szerintem ez egy nagyon éles verseny. Tehát, hogyha kettő ilyen mérés volt, és rövidek leszek, amik az ellenzéki aktív résztvevőknek a körében nézte, az árvet, illetve mi néztük ezt meg korábban, ezek persze 23 meg 16%, ez azt mondod első, hogy ezek, hát azért ez nagy távolság, ez nem, mert a minta se túl nagy, tehát a hiba határ sem kicsi. De látja a dolog, azt mondja mind az ÁVET, mind a mi kutatásunk, egyikben Dobrev, másikban Jakab, harmadik helyen mindenhol Karácsony Gergely, mert most statisztikailag ezek nagyon közel vannak, ezek a támogatottságok, hogy ma mindenki ugyanabból a pozícióból indul el. Lehet, tehát, hogy nincsen meg a helyzeti előnyem a Karácsony Gergelynek, de nincs meg Dobrev Klárának az a helyzeti előnye sem, hogy a pártai mögötte áll, az egy jól szervezett párt. De elképzelhető az a helyzet, hogy ez a három ember jut be a második fordulóba. Én lehet, hogy ezt megmerném, hogyha ez fogadás, akkor lehet, hogy ezt áll. Mert hogy ugyebár a harmadik csak akkor, hogyha a 15%-ot elérjük. Uh-huh. Igen. Ebben az esetben elképzelhetőnek tartod, hogy ez hármas verseny is lesz? Én ezt el tudom képzelni, igen. Hát, a létező kutatások nem látatják azt, hogy akár Fekete Győr Andrásnak, akár Márki-Zay Péternek valahol lennének tartalékai. De az, hogy nem lép vissza egymás javára egyik vagy a másik jelölt, azt te nem tartod valószínűleg egy ilyen helyzetben? El tudom képzelni. Ezt is el tudom képzelni. Igen. Hát akkor mindent el tudunk képzelni. Biskai Balázs, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. További szép délután. Szervusz. Köszönöm szépen. Szervusz. Szervusz. No, hát és te mit tudsz elképzelni? Én most próbáltam elképzelni azt a szavazót, amiről egy kicsit kevesen beszéltünk szerintem. Ugye itt Balázs felsorolgatta azt, hogy milyen alapon szavaz, a személyi alapon, meg szimpátia, meg antipátia, ezek mind állati fontos dolgok, még azt sem vitatom, hogy a többség ezek alapján szavaz. De mi van azzal a szavazóval, aki mondjuk az identitása alapján szavaz, és itt most nem erre a posztmodern katyvaszta gondolok, amit identitás alapján mondanak, hanem a saját identitása alapján. Tehát ő nem azt mondja, hogy én azért szavazok az ellenzéki összefogásra, mert utálom a Fideszt, meg ellenzéki vagyok, hanem
én azért vagyok ellenzéki, mert van egy identitásom, és ennek a kormány nem felel meg, hát nem azt csinálja, amit én szeretnék. És ez egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen ember azért akkor számára az lesz az elsődleges, hogy ő ellenzéki, és neki tök mindegy, kire szavaz, csak a Fidesz ne legyen. Nem azt állítom, hogy ez a többség, még az ellenzéknek a nagy többsége se ilyen, de pont említetted az előbb, hogy milyen baromi szoros az állás. Tehát valóban, ha mindenkire szükség van, ezekre az emberekre is szükség lenne, csak ezeket így nem lehet behozni. Hát maradjunk ennél végszóként. Egyébként ezt már előbb elmondtam, csak éppen nem volt bekapcsolva a mikrofonom, de most mindenki megtudta azt is, hogy a mikrofonom sem volt előbb bekapcsolva. Szerintem eléggé sűrű és izgalmas beszélgetést folytattunk a mai napon is. Nagyon szépen köszönöm Baló Gábornak, hogy itt volt, és köszönöm Závesz Szibornak és Böcskei Balázsnak is, hogy rendelkezésünkre állt. Holnap szintén velem fognak találkozni, és nagyon érdekes vendégeim lesznek holnap is. Mindenkinek további szép délután.